Blizzard Entertainment. Egy évtizeddel ezelőtt, hogyha a játékosok körében megemlítetted őket, olyan volt, mintha a vasárnapi misén Mari néni Jézusról kérdezni a papot. Dicsőség és szeretet övezte ezt a kis Irvine kaliforniai videójátékfejlesztő céget. Ma viszont. Mára a korábbi fény megkopott, és ahol egykoron úgy érezhettük, hogy egy fehér kerítés fölött átnézve szemlélhetjük a munkájukat, mára egy egekig tornyosuló betonfalat látunk, aminek minden téglája befektetők és pénzsóvár emberek monogramjával díszeleg. A régi nagy nevek, ahogy teltek múltak az évek, fogyatkoztak a cégtől Rob Pardo, Paul Sams, Frank Pierce, Chris Metzen és Mark Morhaime többek között, akik pedig, na, nevezzük aranykorból, még a cégnél vannak, Tom Chilton, Jeffrey Kaplan, Sam Didier, pedig kívülről csak évődnek olyan játékokon, amiket kétleg, hogy évtizedek múlva legendásként fogunk emlegetni. És akkor adott a kérdés, mi történt velük? Hogy jutottak oda, hogy lassan minden hónapra jut egy Blizzard botrány? Kezdjük úgy, mint ahogy minden történetet kezdünk. Az elején. Eredetileg 1991. februárjában Silicon & Synapse néven alakult meg a kis fejlesztő cég Costa Mesa-ban. A három alapító pedig Alan Edham, Frank Pierce és Mark Morhaime voltak. A pályafutásokat először nem is játékok készítésével, hanem játékok portolásával kezdték platformok között. Az első úgymond nagyobb saját sikerük, a most már talán mondhatjuk, legendás Lost Vikings volt. Sajnos pont rossz időben, a 16 bites éra végén jelent meg, így leginkább kritikai sikerről beszéltünk elsősorban, de ennek és a Rock'n'Roll Racingnek hála meneteltek tovább és növekedtek. Folytatták a játékportolásos bizniszt, és készült a következő nagyszabású játékuk, a Black Thorn. Amit talán legjobban egy korai Prince of Persia-hoz lehetne hasonlítani, viszont a Blizzard végtelen tökéletesítgetésével, mind gameplay, mind látványvonalon. Érdekesség, hogy ebben az időben átnevezték magukat Chaos Studios-ra, mert Alan Edhamnek nem tetszett, hogy a Siliconról nem a mikrochipre asszociáltak az emberek, hanem a Silicon mellimplantátumokra. Az is egy érdekes crossover lehetett volna, de a Chaos név se tartott sokáig, ugyanis a névvel jogi parák voltak, szóval amikor a Davidson és társai kiadó felvásárolta őket, újra változtattak volna, ezúttal Ogre Studios-ra, viszont ez a Davidsonéknak nem tetszett, szóval Morhaime még szó szerint a szótárban keresgettek érdekes szavakat, amivel nincs jogi hercehurca. Így lettek végül Blizzard Entertainment 1994 májusában. Az ember azt gondolja, hogy milyen jelentés meg történet lehet a név mögött, egyszerűen iszonyatos hóviharban fejeztek be egyik játékuk kiadását pont a határidő előtt ezért. Aztán kiderül, hogy nem, valaki rámutatott egy szóra a lexikonban, mert jól hangzott. Na de, a névváltással egy évben megjelent a Blizzard első igazi gigasikere, a Warcraft Orcs and Humans. Az inspirációt a 92-es Dune 2 adta a srácoknak, és eredetileg a Warhammer univerzumban játszódott volna, viszont a jogokat nem sikerült megszerezni végül, és ezt tetézte, hogy a fejlesztő csapatnak amúgy is tele volt a tökéletes mindenféle licensz tulajokkal, korábbi rossz tapasztalatok miatt. Úgyhogy a már javában fejlesztés alatt álló játékot átalakították, hogy a saját fantasy univerzumok jöjjön létre. A név Warcraft egyébként Samwise Didier-től származik, D&D kampányokban arra találta ki, hogy a Witchcraft olyan harcos ellentéte legyen. Reméljük kapja a jogdíjakat utána. A játék hatalmas siker lett, az első évben eladtak 100 000 darabot. Igen, a száma, mint manapság már az indie devek eret vágnának, akkoriban elég nagy sikernek számított ahhoz, hogy megalapozza a Blizzard egész jövőjét. Még egy játékportoláson túl lettek, és kezdődött a korszak, amiről szerintem mindenki ismeri őket. Először jött a Warcraft 2 Tides of Darkness. Valódi sztorival, fejlett játékmenettel, jobb AI-val bevezették a Fog of War-t, és Unblock egy kihagyhatatlan játéka lett az évnek. 1,2 millió eladással büszkélkedhetett. És jött az első kör a tulajdonos váltás hullámvasúton. Davidsonékat és a Sierra Online-t felvásárolt egy CUC International nevű cég. Ekkor a Blizzard bekerült a Sierra alá. Viszont nem sokkal ezután kiderült mindenféle könyvelési csalás a CUC-ről, és kénytelenek voltak eladni az egész Sierra Online-t Blizzardostul mindenestül. A vevő a francia Havas volt, de ez a vezetőség sem húzta sokáig, mert nem sokkal azután, hogy hozzájuk került a Sierra Blizzard pereputy, jött a szintén francia Vivendi és felvásárolta az egészet. Így kötött ki végül a Blizzard a Vivendi Games alatt. Ez a procedúra látszólag nem nagyon ütötte meg a Blizzardot, mert ugyanis két évvel a Tides of Darkness után 97-ben kijöttek a Diablo-val és a Lost Vikings 2-vel, 98-ban pedig a StarCraft-tal robbantottak. 2000-ben leigázták az egész kivaszott világot a Diablo 2-vel, két évre rá letarolták a Galaxist a Warcraft 3-mal, majd két évre rá az egész kicseszett univerzumot bedarálták a World of Warcraft-tal. Egyszerűen úgy tűnt képtelenek hibázni. A StarCraft, a Diablo 2 és a Warcraft 3 olyan kiegészítőket kaptak, amit még a mai napig mérceként állítunk bármilyen játék elé. 2007-ben pedig kijött a WoW-hoz a Burning Crusade kiegészítő,
ami szinte teljessé tette az eredeti vízióját a Blizzardnak a játékra. És akkor jött az összeolvadás az Activisionnel. Sokan ezt a pillanatot tartják a Blizzard végének, de ennél egy kicsit bonyolultabb a dolog. Ez onnan ered, ahogy Bobby Kotick az Activision hírhet elnöke és ügyvezetője a céget menedzselte. Az elvük, ha le akarjuk nagyon egyszerűsíteni, az volt, hogy felvásároltak stúdiókat jó franchise-okkal vagy potenciállal, kipörgették őket, van ami bejött, van ami nem, besült stúdiókat kuka, keresünk újat. És ami abban az időben abszolút nem volt az Activisionnek, viszont a zsánerép robbant, az az MMO. Emiatt találták meg a Vivendit, hogy a két céget összeolvasszák, húzódott egy kicsit, de 2008-ra hivatalos lett a fúzió, és megszületett az Activision Blizzard. A céges struktúrában úgy nézett ki korábban, hogy a Vivendi alatt voltak a Sierra dolgok, meg Mobile Divizió, meg a Blizzard. Az új egységben minden, ami nem Blizzard, bekerült az Activision alá, és a Blizzard egy különálló entitás maradt az Activision Blizzard anyavállalat alatt. Az anyavállalat CEO-ja Bobby Kotick lett, és az elnök a Vivendi embere René Penissan. Oké, a Vivendivel való tárgyalás során a cégcsoport góréja Jean-Bernard Levé csak úgy ment bele az összeolvadásba, hogy a Vivendi többségi tulajdonos lett a közös cégben. Ergo, a vezetőségi döntések fölött a legvégső döntést továbbra is a Vivendi diktálta. Vagyis mondhatjuk, hogy a Blizzard részéről nem változtak drasztikusan a dolgok, csak a közös vezetőségnek, ami már eddig is volt, tartoztak elszámolással, ami az új arcoktól eltekintve végeredményében nem változott. Eddig a Vivendi Games volt a góréjuk, mostantól az Activision Blizzard, de az üzleti érdekek továbbra is a régi szélirány szerint fújtak. Ezt azért tartom fontosnak elmondani, mert nem akarom felmenteni az úgymond régi Blizzardot a felelősség alól, biztos vagyok benne, hogy több nyomás helyeződött rájuk, de szerintem ez levetíthető egyszerűen arra, hogy bármilyen céges átrendeződésnél, ahol ilyen prominens helyet képviseltek, mint itt, megtörtént volna ugyanez. Ja, mert senkinek ne legyen egy szemernyi illúziója, az összes IP és stúdió és minden, ami nem Blizzard volt a fúzióban, jó szerint ment a kukába. Ez csak a Blizzardról szólt, és hogyha még pontosabbak akarunk lenni, ahogy már mondtam, a World of Warcraftról és annak a piaci erejéről. Viszont, hogyha megnézzük a következő pár évet, láthatjuk, hogy bár a hierarchia nem változott számottevően, a Blizzard már így is szállította a hibákat, mint a StarCraft 2 és a Diablo 3, vagy a Cataclysm és a Mist of Pandaria kiegészítők. De ezekről bővebben egy kicsit később. Ami miatt viszont fontosnak éreztem ezt az összeolvadást kiemelni, az az, hogy bár az elején a Blizzard hibáit nem abszolválja, biztos vagyok benne, hogy ez egy olyan irányba állította a céget, amiből már nem volt visszaút. Ugyanis részben a gazdasági válságnak köszönhetően 2013-ban Bobby Kotick erős közbenjárásával ő és a befektetői partnerei kivásárolták a Vivendit csak nem 6 milliárd dollár értékben. Vagyis már nem volt többségi tulajdonos a cégben, így a vezetőség csak és kizárólag a részvényesek zsíros osztalékáért lett felelős. A cég élén továbbra is Kotick maradt, míg az elnöki székbe üzleti partnere Brian Kelly került. Na, és itt szűnt meg szerintem a Blizzard autonómiája. Ugyanis az a fajta felelősségrendszer, ami korábban a cégben volt, szerintem a Vivendi Blizzard kapcsolaton alapult, ami a korábbi precedenst követte. Viszont ebben az új rendszerben ez megszűnt, és felállt az a struktúra, ahol már teljes mértékben érvényesülhetett Kotickék vezetési stratégiája. Azok a dolgok, amik ezután történnek, meg hát önmagukért beszélnek. A régi nevek, akiket említettem? Rob Pardo, aki vezető designer volt a Brood War-on, Warcraft 3-on, a WoW-on és a Burning Crusade-en, 2014-ben otthagyta őket. Paul Sams, 2015. Chris Metzen, a Blizzard világok atya, akinek a 2010-es BlizzConos Geek Is beszédétől még most is össze tud szorulni a gyomrom. 2016-ban visszavonult. És végül, de talán legfontosabb sorban a három alapító. Alan Edham már 2004-ben otthagyta a Blizzardot, és csak 16-ban tért vissza, Mark Morhaime 2018 végén bejelentette, hogy otthagyja a céget, amit alapított, majd elnökölte és ügyvezetője volt évtizedekig, áprilisban meg is történt utána a váltás, és pár hónapra rá Frank Pierce is fölállt az asztaltól. Morhaime helyére pedig JLM Brack került, akit mi klasszik fanok szeretünk emlegetni a nagypofájú, azt hiszitek akarjátok, pedig nem kijelentése miatt, vagyis a három alapítóból már csak egy van a cégnél, ő is leginkább másodrangú pozícióban, és az emberek nagy része, akik azzá tették a legendás játékaikat, amik mind-mind szépen lassan lecsordogáltak a lefolyón. Amit én ebből le tudok szűrni, az az, hogy már nincs a Blizzardnak komolyabb befolyása a saját jövőjére. A vezetők leváltásra kerültek, az új vezetők pedig úgy lettek választva az anyacég által, hogy a saját víziójukat valósíthassák meg. Ezért mondom azt, hogy olyan útra léptek, ahonnan nincs vissza. Egyszerűen már nincs befolyásuk. Az egyetlen kiút az lenne, hogy gyökeres üzletpolitika váltás lépne fel Kotickéknál, ami hát a videó végére szerintem egyértelmű lesz, hogy nincs kilátásban. És akkor eljutottunk a videó lényegéhez, amiért meg akartam ezt csinálni. Mi a baj a Blizzarddal és a játékaikkal? Mert nyilván ez az ömlengős felvezetés elég fölösleges lenne, ha azt mondhatnánk, hogy jaj, és továbbra is minden fasz alól. Igyekeztem összeszedni mindent ezzel kapcsolatban, de bocsássátok meg, hogyha a WoW-os rész egy kicsit részletesebb lesz, hisz az volt az én választott drogom.
Kezdjük kronológiai sorrendben, aztán meglátjuk. Kezdjük az egészet a Blizzard talán méltán leghíresebb földvált projektjével, a StarCraft Ghost-tal. A Ghost története szerintem nem azért érdekes, hogy a Blizzard mennyire menthetetlenül rosszul csinálta a dolgait, hanem inkább arra világít rá jól, hogy mennyire más volt a cég hozzáállása a fejlesztéshez. Nem tudom, tudjátok-e, de a Ghost egy külsős projektként indult a Blizzardnak. Miközben ők épp sikert sikerre halmoztak és fejleszgették a csöpnyi franchise-ék folytatását, a LucasArts játékokon edződött fejlesztőkből verbúvált brigád, a Nihilistic, a sikeres Vampire the Masquerade játékok után egy olyan kis ambícióval vágott bele a következő projektbe, hogy a Blizzardnak csinálnak egy TPS-t. Erre nyilván semmi precedens nem volt, hogy ez hogy is néz neki, de a StarCraft Ghost-ra összerakott demo prezentációjuk annyira lenyűgözte a Blizzardosokat, hogy le is szerződtek a teljes játék elkészítésére. A játék egy lopakodó shooternek indult, amivel a Blizzard akkor a konzolpiacra betörés szemelte ki célul. A játék átesett több verzió elkészítésén is, de az alapján, amit a fejlesztésről olvastam, a Blizzard egyszerűen alkalmatlan volt egy ilyen kiadói szerepkörben tetszelegni, nagyon szabad kezet adtak a Nihilisticnek, de a meetingeken folyamatosan új irányt próbáltak megszabni a játéknak, újból máshol látott játékelemeket akartak a Ghostba szuszakolni, és egyszerűen nem volt egy vízió az ő részükről, amit követtek volna. A Nihilistic szívüket, lelküket belerakták, próbálták a játékot abba az irányba terelni, amit épp a Blizzard akart. Viszont lévén, hogy kis stúdióról volt szó, nehéz volt a lépést tartani. A játék, ami megbújt az egész alatt, egy szórakoztató, izgalmas játék lehetett volna, de a céltalanság miatt össze-vissza volt csak megtalálható. Amit csak tetézett, hogy a végén multit és kópot is akartak a játékra erőltetni, miközben ezt a fejlesztés elején még hírből se tervezték bele. A stealth és az akció vegyítése leginkább hullámvasúttal történt, szóval egyszerűen 2004-re látszott, hogy nem fog tudni megvalósulni a játék a Nihilistic elképzelése szerint, és a Blizzard sem nagyon tudta, hogyan folytassák tovább ezt az együttműködést. Ezért a két fejlesztő csapat elköszönt egymástól, viszont a Blizzard nem akarta hagyni ezt az ötletet, ezért egy új fejlesztő stúdió lépett a képbe, a Swinging Ape. A fejlesztés folytatódott, tanulva valamennyire a hibájukból, a Blizzard 2005-re felvásárolta és beolvasztotta a pici stúdiót magukba, így már belsősként dolgozhattak tovább a játékon. Úgy tűnik, hogy innentől még komolyabb fókuszt kapott a multiplayer, és minden szép és jó lett volna, hogyha nem csap be a villám, amit úgy hívnak, hogy World of Warcraft. Gyakorlatilag a WoW akkora siker lett, hogy az egész Blizzard fókuszát elvette, és a legtöbb játékfejlesztést egyszerűen a peremre szorította náluk, ahogy próbálták tartani a lépést a monumentális növekedéssel, amit generált. Mire ezek a helyzetek rendeződtek és odajutottak, hogy jó, akkor most ki kéne adni a játékot, jött egy újabb probléma, mégpedig a konzolgenerációváltás. Ugyanis a Ghost fejlesztése még vastagon a PS2 eredeti Xbox generációban kezdődött, így 2005-ben, amikor jött volna a következő generáció az Xbox 360-nal az élen, a Blizzardnak két lehetősége volt. Vagy visszaküldik a Ghostot ismét a kohóba, és a folyamatosan terebélyesedő WoW mellett kivágnak egy nagyobb szeletet a fejlesztőbrigádból, hogy felhozzák egy elfogadható szintre, vagy pedig elengedik. És tekintve, hogy se nekem, se nektek nem csücsül a polcon StarCraft Ghost, tudjuk, mi történt. Amit én le tudok szűrni a Blizzard házatáján ezekben az időkben zajló eseményekről, az az, hogy elképesztően szabad kezük volt. Random külsős cégekkel játékfejlesztést finanszíroztak, úgyhogy bármikor képesek voltak elengedni, amikor úgy tűnt, hogy nem lesz meg az a szint, amit ők szerettek volna. Talán ebben az időben voltak a legszabadabbak, még az Activision Blizzard éra előtt, de már gigasikerekkel a hátuk mögött. Hibákat követtek el már itt is, de tovább tudtak lépni és újra próbálkoztak. 2005-höz köthető egy elég negatív változás a Blizzard házatáján, ebben az évben zárták be az évek óta küszködő Blizzard Northot. A Diablo szülőhazáját. Réges-régen Condor néven láttak neki a Diablo fejlesztésének, és adták el magukat végül kevesebb pénzért, de jobb összhang reményében a Blizzardnak, így lettek ők a Blizzard North. Ebből a fúzióból pedig három elképesztő cím készült el, a Diablo 1, a Diablo 2 és a Lord of Destruction. Viszont így utólag tudjuk, hogy egy negyedik nagyágyú is készült a kohóban, a Diablo 3. Nem az, amit végül megkaptunk, hanem még a 2000-es évek elején a második rész kiegészítőjének megjelenése után egyből belevágták magukat a harmadik részbe. A mai napig alig tudni valamit róla, hogy mi is volt a háttérben, lehet azt olvasni, hogy a Vivendi lehetetlenítette el őket, amikor nem tetszett nekik a fejlesztés iránya, vagy lehet, hogy maga a Blizzard déli anyahajója torpedózta meg, vagy ki tudja. Amit a játékból kaptunk, képek a régi világot idézik valóban, de őszintén el tudom képzelni, hogy ha a formulán nem változtattak, addigra már jogosan érezhették, hogy kifogyott a szufle ebből. David Brevik a stúdió feje, mint később interjúból kiderül, nem igazán jó szájízzel lépett tovább, és nem fogta vissza magát, ha a végül megjelent Diablo 3 bajain lehetett ércelődni. Ez az eset, vagy leginkább amit tudni lehet róla, nekem azt mutatja, hogy azért sose volt olyan szivárványos szívecskés a légkör a Blizzard körül, mint kívülről látszott. A sikereket, főleg a mindent letaroló sikereket az egész stúdió élte, de a kudarcokat sebesen a szőnyeg alá söpörték. Nem voltak már akkor se tévedhetetlenek, de továbbra is azt érzem, hogy a félresiklások, ha nem is közvetlen, de közvetve a többi projektnél pozitív hatást tudtak kiváltani. Tanultak valamit belőlük, tudták továbbvinni a Blizzard minőséget.
Ugrottunk előre az időben egy picit, mert ideje belevágni a sava borsába a Blizzard botlásainak. Az egyik legfurább lépése lett volna a Blizzardnak, ha átmegy a Real ID rendszer az eredeti elképzelés szerint. Gondolom páran vakarják a fejüket, hogy most milyen szarral akarok beszélni. Hát a Blizzardnál egy-két nagy tudású guru, akiről nyilván nem tudjuk, hogy kicsoda, a stúdió melyik marketing, HR, közösségi, management, seglukából leledzett, de volt egyszer, hogy bejelentették, a Blizzard fórumokon mostantól csak a valódi neveddel tudsz majd posztolni. Elég jó hangzik, mi? Ezekben az időkben hozták be ugye, hogy a betonetes barátaid ne legyenek játékonként szegregálva, hanem felvehessétek egymást Real ID e-mail címmel, hogy amikor gyilok bökő hun kilép a WoW-ból és belép StarCraft-ozni 60 wattos Neonstar néven, ha elég jó haverok vagytok, lássátok egymást. Valódi neveiteken láthattátok egymást a friendlistben, ez a mai napig is működik. Viszont a pláne ugye az volt, hogy akkor milyen jó fej lesz a Blizzard, megold egy csomó moderálási meg trollkodási problémát egy csapásra, és a fórumjaikon, posztjaikon a valódi neveddel irogathattál. És hát nem hattál, mert azzal kellett volna fixen. Szerencsére ez egy viszonylag rövid életű elhatározás volt a részükről, mert egyfelől a userektől kaptak egy méretes kapd a pömpölőmet minden lehetséges elérhetőségükre, petíciókkal, stb. Másfelől pedig kedves internet felhasználó kisiparosok, hogy az érveiket erősen alátámasszák, fogták pár fórum moderátor meg fejlesztő valódi nevét, és ledoxolták őket, megmutatva, hogy milyen rohadt könnyű, és veszélyes dolog az emberek valódi nevükkel kirakni kirakatba egy ilyen online felületen. Végül a Blizzard fülét farkát behúzta, sebeit megnyalogatta, mi megkóstoltuk, hogy ez egy elég fura dolog volt, de biztos egyedi eset, hogy ilyen fasságot csinálnak. Ó, naív 2010-es sírim meg a többiek. Ahogy már említettem, a bénet változás nem véletlenül történt, mert hogy a WoW megjelenése óta először a Blizzard új játékot dobott piacra, jött a StarCraft 2, ez pedig egy sokak által borzalmasan gyűlölt feature-t hozott magával, az Always Online rendszerét. Azt, hogy a játékot bármilyen formában csak úgy tudod játszani, hogy be voltál lépve az online rendszerbe. Ezekben az időkben több ilyen játék is volt, ami kiverte a biztosítékot, talán a legemlékezetesebb nem Blizzard cím a SimCity volt. Mert hát az embereknek volt egy olyan fura elképzelésük annó, hogy ha egy játék single player, akkor azt már csak tolhatnám offline-ba is, internet kapcsolat meg minden ezzel járó herce-hurca nélkül. Ahogy kifejtettem, ez első körben úgy látszik azért történt, hogy a Blizzard ne fragmentálja a saját Blizzard közösségét a saját játékaik között. Hisz az nem jó biznisz, ha úgy látod a WoW-ban, hogy a haverjaid nem játszanak, miközben csak StarCraft-oznak, esetleg te megveszed azt, és csatlakozol hozzájuk, vagy tudod őket hívni a bosszokat verni, hogy senkinek ne járjon le az előfizetése. De a StarCraft 2-nek nem ez volt az egyetlen bűne. A második nagyon sarkalatos fájó pont a LAN hiánya volt. Elképzelhetetlen volt korábban, hogy egy Blizzard RTS-t ne tudjatok a haverokkal LAN-ba tolni. Szerintem több százer meg millió játékos így ismerte meg a sorozatokat. Alapból se volt az SC1-es időkben adott, hogy valakinek internet kapcsolata van, de egy LAN élmény ennek kiküszöbölése után se veszett volna el. De oké, valahogy túltesszük magunkat, max nem tudunk a világ végére elmenni játszani egy... egy tábor keretében mondjuk, viszont ennek volt egy másik elég súlyos vetülete, az pedig a versenyszerű játék, az e-sport. Az összes ujjamon se tudnám megszámolni, hányszor kellett végignéznünk, hogy egy profi meccs a legizgalmasabb pillanatban szétesik a betonet hibájából, vagy hányszor kellett megmagyarázhatatlanul borzalmas lagban játszaniuk versenyzőknek. Miközben régen egyértelmű volt, hogy a verseny helyben LAN-ban játszotta a meccseket, nem volt fölösleges latency, ja, és nem voltak random emberek, akik betrolkodtak néha a közvetítésbe, privát üzenetekkel, vagy szopatták a kőkorszaki UI miatti hibákkal a játékosokat. Egyszerűen borzalmas volt, és látszólag a világon semmi értelme nem volt, hisz korábban a StarCraft Brood War e-sport szinte a teljes e-sport ipar, piac, akármi befutott nagybácsia volt. Ha akkor működött, most miért nem? Hát természetesen gazdasági érdekek, mi más? Ugyanis tudni illik, a Brood War időkben a kórai e-sport szövetségek és ligák a Blizzardot teljesen kizárták az egész e-sport bizniszből. És mivel a játék futott a Blizzard bármilyen támogatása nélkül, nem tudtak sokat tenni. A StarCraft 2 megjelenésével ezért történhetett az, hogy míg a Kespa vitte tovább a Brood War ligáit, addig a Blizzard a relatíve ismeretlen GOM TV-vel szerződött a versenyek megtartására, és ezzel együtt perelte a Kespát a Brood War miatt, hogy jogdíjakat tudjanak kisajtolni belőlük. Borzalmasan érdekes és izgalmas volt az egész. A StarCraft 2 e-sport pedig olyan magasságokba vitte a nyugati e-sport jelenséget, mint előtte semmi. Manapság már a 862. League of Legends kupák meg a 680 ezer milliárd forint összdíjazású Valve e-sport események árnyékában könnyű elfelejteni, hogy 2010-ben a StarCraft 2 és közösségének elképesztően elkötelezett odaadó emberei
tették pályára a videójátékot, mint sportot a nyugati világban, megmutatva mindenkinek, hogy lehet ezt profint csinálni, hogy lehet új magaslatokba hozni egy ilyen ágazatot. Kitapogatták a manapság teljesen bejáratott verseny és közvetítési rendszerek erre alkalmas módjait. De ez sajnos nagyon minimálisan volt a játék vagy a Blizzard érdeme. A játék mechanikai részén kívül szinte minden köré épült rendszer csak gátolta a még nagyobb kibontakozását. A Blizzard szó szerint évekig félremenedzselte a saját e-sport megjelenésüket és a játék támogatását, így pedig jöttek a lolok, doták, cségok, hasonló játékok, és úgy hasítottak el a StarCraft 2 mellett, hogy szinte mai napig sírni tudnék. A hibák ellenére még most is a legkedvencebb e-sportom, és a hajnali kelésekkel nézett GSL versenyek Nesty-vel, meg MC-vel, meg MVP-vel, meg a többi most már öreggel voltak a legszebb emlékeim e-sport meccsekről. Ahogy Arthosis és Tasteless bekalózoltak minket a profi videójátékok versenyének világába, aki teheti, nézem meg erről az időszakról pár dokumentumfilmet, mert érdemes. A sötétben tapogatózva taposták ki az ösvény, keltették életre az online game streaminget, és még sorolhatnánk. A Blizzard vonat pedig zakatolt tovább, nehéz volt napirendet érnie fölött, hogy a Blizzard, a Szent Blizzard akkor most csinált egy rossz játékot, mert az e-sport baromi jó volt, a kampány elelment, de maga a játék összessége, akkor ez most szar. Három felé darabolt kampány, szétcseszett custom meccsek. Kicsit olyan érzés volt, mint a Last Jedi-ról kijönni a moziban. A Force Awakens után még nyugtattuk magunkat, hogy jó lesz ez, szép alapozás, aztán nehéz volt elfogadni a realitásokat. Pedig sajnos ezek a realitások visszatekintve csak a jéghegy csúcsa volt. 2010-ben ugye már az Activision Blizzard korszakot éltük, és könnyű volt már akkor ráfogni, hogy az Activision-ösödés már ki is fejtette a hatását, miközben szerintem egyszerűen a Blizzard nagyon rosszul mérte fel a piacot, és keservesen lassan tudott reagálni. Viszont hogy miért? A régi Blizzardból kinézem, hogy benézték, de azt már nehezen tudom elképzelni, hogy annyira csiga tempóban is nehezen álltak volna neki a játék rendberakásának, mint ahogy azt tették. Itt már úgy érzem, kihatással volt rájuk a céges struktúra átalakulása. Több részleg között lerohadt a kommunikáció, várták legfelül az álment a változtatásokra, ahol esetleg a piaci elemzésekbe futását várták, nézték, hogy mennyi pénz hoz a játék, esetleg az nyugtatta őket, hogy jól teljesít a boltok polcain. Ez igazolván a felsőbb vezetők katasztrofális döntéseit, aztán nem hagytak elég cégen belüli erőforrást, hogy a játékban változtatásokat vihessenek végbe, tolták a kiegészítőkre. A játék jó e-sport lett, de ennyi, lett volna még visszaút a helyes ösvényre. És hogy feltegyük a virtuális íra a pontot, két héttel azután, hogy késznek nyilvánítottam ennek a videónak a szövegét, és már fel is vettem a hanganyagot, jött a hír október 15-én, hogy az utolsó content patch-el befejezték a StarCraft 2 fejlesztését. Innentől már új tartalomra ne számítson senki, maximum kisebb változtatások, javítások várhatóak, vagyis béke poraira a nyugati e-sport és livestreaming úttörőjének. 2010 sűrű év volt a Blizzardnak, míg júliusban elrajtolt az SC2, évvégén decemberben startolt az eddigi legambíciózusabb WoW kiegészítőjük, a Cataclysm. És előre is elnézést, de mivel a WoW volt az én játékom, itt most jó sokáig el fogunk időzni, mielőtt visszatérünk a Blizzard félrelépéseinek timeline-jára. Na de, miért a legambíciózusabb? Eddig ugye az eredeti WoW-val megalkották Azeroth világát, majd a Burning Crusade és a Wrath of the Lich King kiegészítőkkel új zónákat adtak a játékhoz, ahol lehetett zakatolni a magasabb szintek felé robogó vonaton. Azonban a régi világ az eredeti 5 év távlatából kezdett nagyon megöregedni, a küldetések botegyszerűek voltak, a szintezési élmény bár az évek során javítva lett, és kurtítottak is a hosszán, továbbra is sok ponton befulladt. Ha össze akartad hasonlítani a Wrath-ra kiforrott technikákkal, ötletekkel és sztori elemekkel, azt kaptad, hogy ég és föld a kettő, mind látványban, mind játékmenetben. Ha tippelnem kéne, a Lich King monumentális előfizetői számai mellett ott motoszkált a szemük sarkában egy statisztika, hogy hány játékos veszítenek el, akik a vanilla szintezés alatt ott hagyják a játékot. Ez pedig az évek során úgy hiszem hatalmas tüskévé nőtte ki magát, tehát elhatározták, hogy az új kiegészítő visszakalauzol minket Kalimdorba és Easter Kingdoms kontinenseire, és nem csak ragasztanak pár új zónát hozzá, ahol a játékosok a zóna határán úgy érzik magukat, mint amikor a megye határon az aszfaltot egyszer csak véget ér és leszort murva van, hanem az egész világot felfrissítik. Az összes zónát újra alkotják, teleszúrják a kiegészítő történetének alapjául szolgáló Deathwing pusztításával, és újra gondolják az összes küldetést, a szanaszét ágazó Seosha vezető szálakat összefonják, új küldetések tömkelegével szövik tovább, és sokkal interaktívabbá teszik az egészet. Mindezt úgy, hogy emellett természetesen a maximális szint megint növekszik, ehhez új zónákat ugyanúgy megalkotják, az új rédeket és dungeonöket megcsinálják, herkulesi feladat volt, minden tiszteletem a fejlesztőké, mert az utolsó nagy réd a Fall of the Lich King patch után mindössze egy évvel a boltok polcain volt a Cataclysm, úgyhogy közben beszúrtak még egy töltelék raid contentet az embereknek egy bosszal, ami már az új kiegészítő felvezetése volt. Ki
Kiemelném még egyszer, hogy a játék legambíciózusabb kiegészítőjét alig egy évvel az utolsó fő content patch után adták ki, úgyhogy a Wotlkár kiegészítő a játék teljes történetének szerintem egyik, hanem a legjobb régyét tartalmazta Ulduart. És Icecrown Citadel is egy remek élmény volt akkoriban. Tehát a felszínen minden remekül áll, ugye? Ambiciózus fejlesztések, rengeteg tartalom, stb. De akkor mégis miért néz ki így az előfizetői számok statisztikája? Miért estek akkor át, hogy idővel a Blizzard meg ki sem adott hivatalos számokat? Ha nagyon őszinték akarunk lenni, rengeteg dolog miatt történt ez, és van, amiben a Blizzardnak nem volt beleszólása. Ilyenek voltak más borzalmasan sikeres játékok, amik átvették a játékosok napi rutinjában a WoW helyét, mint a játék, amiben belép szórakozni a nap végén. Játékok, amik sokkal könnyebben megközelíthetőek voltak, mint a LoL. Vagy egyszerűen az, hogy a Wrath of the Lich King alatt tetőzött a WoW popkulturális relevanciája. Semmi se lesz aktuális és menő örökkön örökké. Szokták mondani, hogy a csúcsról csak egy út van tovább és lefele vezet. Viszont voltak olyan problémák a játékkal, amik szerintem igenis a Blizzard kezében voltak, de valahogy mindig a rossz irányba mozdultak el vele. Ezzel aláásva a játék alapját annak reményében, hogy meg tudják állítani az emberek folyamatos elszivárgását a játékból. Pedig szerintem a kezdeti elpártolások egyszerűen egy természetes lemorzsolódás volt, és a játék beállhatott volna egy stabilabb játékos bázisra, akik önmaguk is cserélődtek volna biztos az évek során, de egy szint meg lett volna. Ellenben azzal, ami szerintem most van, hogy ez a bázis töredéke az akkorinak, mindösszesen csak fel van duzzasztva egy rakás turistával, akik kijátsszák az 1-2 hónapjukat, aztán soha vissza se néznek. Az egyik olyan, ami a kezükbe volt, a kasztok hatalmas átalakítása, illetve a talentrendszer radikális átalakítása és limitálása. Rengeteg jó változtatás járt vele, rengeteg érdekes képességet kapott minden kaszt, viszont rengeteget butítottak rajta. A talentrendszert újraalkották, ami azt jelentette, hogy ugyanannyi sor lett, mint még vanillában, vagyis kevesebb talentpontot kaptál szintezés közben. Ezt ugye ellensúlyozni akarták azzal, hogy kivettek egy jó pár x százalék plusz erre vagy arra, amit akár kötelező is volt kirakni. Lehet rajta vitatkozni, hogy jó változtatás volt-e vagy sem, de azt a problémát, ami szerintem az egyik legjellemzőbb erre és az összes többi azóta megjelent kiegészítőre, jól szemlélteti. Pedig itt még ez is gyerekcipőben járt, később sokkal-sokkal rosszabb lett. Szóval, kevesebb talentpont ritkábban rakhattad. Aztán elvették a képességeknek és a varázslatoknak a szintjeit, vagyis egy Firebolt, csak egyszer tanultál meg, onnantól az volt a Firebolt és automatikusan skillelt a szinteddel. Ergo csak akkor kellett spellekért menned, amikor valami tényleg újat kaptál, de ezáltal sokkal-sokkal kevesebb spell tanultál, illetve teljesen kiölte a downranking mechanikáját, amikor kisebb szintű varázslatok is az arzenálod részesei voltak. Kevesebb lehetőség a healereknek, hogy a legpontosabb, erősségű és költségű spellt használják, vagy mondjuk a mage-eknek, hogy PvP-ben csak egy lassítást fel akartak dobni, a rank 1 frostboltot kiköpjék, stb. Illetve megcsinálták a talentrendszerre, hogy konkrétan lenimitálták az első 31 pontot, hogy hova rakhatod. Ha mágusként Fire-be kezdtél el pakolni, nem rakhattál 5 pontot Arcane-ba vagy Frostba, amikbe nem raktad azt a 31 pontot Fire-be, ami 69. színnél jött el, vagyis Burning Crusade-ből Wotlkába lépésnél a karaktered életében. Konkrétan kicsináltak az összes hibrid specializációt. Amire ki akarok lukadni, hogy ritkábban kaptál bármit szintezés közben. Amit kaptál, az magától szkélelt, soha nem volt ugrás az erődben. A karakter progressziót le lett egyszerűsítve a béka segge alá. Gondoltuk akkor, aztán azóta... na mindegy. A Blizzard felrakott egy valak korlátot a játék mechanikái köré, hogy gondolom a játékos bázis egy része nehogy kihújjon, amiért nem tudták eddig értelmezni. Nem hiszem, hogy ez úgy sült el, ahogy gondolták, de haladjunk tovább. Aztán a másik borzalmasan kártékony változtatás a játék történelmében szintén itt bontakozott ki. Lich King alatt érkezett meg a játékba a Dungeon Finder, viszont a kiegészítő végén vagyis az emberek még nem szoktak hozzá a használatához. Cataclysmben vált normálvá igazán, így a csapatok szervezéséből a szociális aspektus, hogy beszélj emberekkel, egy mozdulattal ki lett tépve. Megtehetted, de mivel a játék már nem kényszerített rá, az emberek egyértelműen az egyszerűbb megoldást választották. Én ezt a változtatást tenném meg a játék identitásvesztésének. Mert hogy a WoW nagy részét azt tette ki, hogy más játékosokkal kellett interaktálnod mindenféle okokból, de mindközül a legfontosabb az volt, hogy ha játszani akartad a csapatot igénylő tartalmat, ami a játék endgame-ének a nagy részét kitette, muszáj volt beszélned valakivel. Ha pedig próbáltál segíteni magadon, hogy ne kelljen akkora munkát beleölnöd mindig, amikor embert akartál találni, azonnal a klánok felé terelődtek a játékosok. A klánok pedig azonnal közösségeket alkottak, már csak abból kifolyólag, hogy ugyanazokat az embereket láttad, megismerted őket, összebarátkoztatok, stb. A klánok pedig húzták a kevésbé aktív embereiket a rédek felé, amit lehet alapból nem is erőltettek volna klánok nélkül. Azzal, hogy kirántották ezt a teljesen alap dinamikát a játék alól, csak szülték maguknak a problémákat. Így történhetett, hogy a Cataclysm kiegészítő végső nagy content patchébe bekerült a Raid Finder.
Ahogy én látom, volt egy alapvető problémájuk, amit folyamatosan próbáltak orvosolni raid nehézségi szintekkel, meg kisebb raid méretekkel, hogy kevés ember látta az endgame raideket. Majd megkönnyítve az emberek dungeonbe jutását, kivágták az egész alól a lábakat, ami egyáltalán fenntartotta, hogy az emberek bekerüljenek ebbe a folyamatba, hogy raidekre jussanak a végén, és ahelyett, hogy fogták volna az egész játékot és átértékelték volna ezeket a folyamatokat és rendszereket, hogy hogy lehetne ezt helyrehozni, vertek rá egy hatalmas septapaszt, és bekerült a Raid Finder. Megoldották a problémát, hogy az emberek nem jártak raidekbe, viszont feltették az íra a pontot, hogy hogy lesz a világ legnagyobb és legelterjedtebb MMORPG-jéből egy kvázi single player játék a játékosok nagy részének. Mert bár más emberekkel játszottál a dungeonökben vagy a raideken, az LFL nehézség triviális szinten volt, ahol már tényleg zéro kommunikációval megcsinálhatták az emberek a dolgokat. Felvetődik a kérdés, hogy mi a különbség egy játékos és egy NPC között, ha játékos nem beszél, nem interaktál a többivel. Én amondó vagyok, hogy nem sok, de akkor jön a másik kérdés, a miért? Miért így oldották meg? Itt pedig már elérkeztünk abba az érába, ahol már nem ülhettek Mark Morhaime-ék a vezetői székekben, önthettek bele milliókat játékfejlesztésbe random, jól pitchelt kis cégek bedolgozásába, mint a Ghostnál, majd léphettek hátra az egészet, amikor úgy érezték, hogy ez nem Blizzard szint. Egyszerűen az új hatalmi rendszer miatt elszámolási kötelezettségük volt olyan emberek felé, akik tökre telibe szarták, hogy mitől lesz jó egy játék hosszú távon. A lényeg az volt, hogy milyen számokat hoztak. És még ha akkor tudták is, hogy bajok vannak és az előfizetők fogynak, azonnali megoldás kellett. Valami, amivel számokat lehetett a főnökség orra alá tolni, hogy nézd, így néztek ki a számok, amikor bajt kiáltottunk, és most ennyivel jobbak. Ezek a számok pedig első körben az emberek játékkal töltött idejei lehettek, mondván, ha többet játszik, valószínűbb, hogy megtartja az előfizetését. Vagyis, hogyha kettő dungeon helyett a játékos le tud tolni egy dungeont és egy Raidfinder-es raidet, akkor már is nem 2-3, hanem 5-6 órát játszott mondjuk. Ezek ilyen lelketlen statisztikákon jól mutatnak, de mint tudjuk, a statisztikák ritkán eredményeznek élvezetes játékot. Ha le akarnánk bontani ennyire alapszinten, ahol egyszerűen számok reprezentálják a komplex valóságot, a világ legjobb játékának egy gombnak kell lenni, amit megnyomnak az emberek, és kiad egy izgalmas hangot. Mert hát a számok azt mutatják, hogy az emberek gombot nyomnak játék közben, ettől sikerélményük van, tehát mit kell ezen túl komplikálni? Az viszont biztos, hogy hiába jött a Raid Finder és minden újítás, ami a játékot egyszerűsítette az egyszeri játékosnak, az előfizetési számok zuhanó repülésben voltak. De a számok kellettek. De milyen számok? Hát 2013-ban, mint már tudjuk, a Vivendi kiszállt a bizniszből, és Kotikék teljesen átvették az irányítást az Activision Blizzard felett. Így már a Blizzard teljes egészében ennek a bagázsnak tartozott elszámolással. Róluk pedig tudjuk, hogy egyetlen dolog érdekli őket, az pedig a pénz, a Dell, a cash, a zöld hasú. A Mist of Pandaria tartalmi részéről nem akarnék túl sokat beszélni, a korábban felvázolt csapás irányok mentén folytatódott a fejlesztés, a budított talentrendszert kukázták, egy még egyszerűbbre cserélték, és a világon minden kényelmi funkciót a játékba pakoltak, amit csak el tudtak képzelni. A játékot ezen a ponton szerintem egy olyan hatalmas strukturális változáson kellett volna végigvinniük, ami évekig tartott volna a legnagyobb autonómiával rendelkező Blizzardos időkben is. Így viszont már személy szerint lehetetlennek tartom. Bizonyos oldalról a vezetők nyomása miatt, bizonyos oldalról pedig úgy érzem, hogy a fejlesztők és a játékdizájnerek, akik már nem is akarták volna felvállalni és elfogadni, a játék teljesen rossz irányba indult el. Azt nem lehet elvitatni tőlük, hogy a raidek dizájnjai pofátlanul évről évre csak javultak, egyre összetettebb és érdekesebb mechanikákat alkottak. Viszont úgy érzem, emellett a játék minden aspektusa csak rohadt szét. Na de, esnek az előfizetői számok, viszont a játékkal szemben olyan gazdasági elvárások vannak, amit hogyha nem tartanak, minden bizonnyal fejek fognak repülni. Így esetett meg, hogy 2013 végén Pandaria utolsó nagy content patchjébe bekerült egy mikrotranszakciós cash shop a játékba. A mikrotranszakció alapból sose állt távol a WoW-tól. Még 2006-ot írtunk, amikor a Vanilla WoW-hoz megjelent a szerver, frakció és névváltoztatás lehetősége egy kis pénzecskéért cserében. Viszont ezek fölött az ember könnyen szemet hunyt. Ezek a szolgáltatások egyrészt eléggé eseti jellegűek voltak, illetve érthető volt az indoklás, hogy fizetősek, hisz ez egy alapvető gátat képezett, hogy az emberek ne használják jobbra-balra, adott esetben ne éljenek vissza vele olyan könnyen. És évekig ez rendben is volt így. Bővült ugye fajváltoztatása 2009-ben, viszont ez idáig a jelzem havi előfizetéses játékban, hogyha megszerettél volna szerezni bármilyen itemet, azt a játékban megtehetted. Leszámítva azt a pár limitált kiadásos petet, amit mondjuk a BlizzCon-i egyhez vehettél, vagy különleges eseményből a gyerekeknek adománygyűjtés céljából bocsátottak ki, vagy ez az egy-két TCG-s cucc. Ez az in-game shoppal megváltozott. Első körben a mountok, lovak és a petek kerültek bele. Kozmetikai dolgok, csak hogy ez nem egy ingyenes mobiljáték, hanem az egyik, ha nem a legdrágább havi előfizetéssel rendelkező MMO. Ezen a ponton már szerintem elég egyértelmű, hogy mi a fő szempont az Activision Blizzard házatáján. A játék dizájn a könyvelés után jön.
és az elmúlt 7 év alatt a Cash Shop alakulását nézve bejöhetett nekik, hisz zuhant tovább az előfizetők száma, viszont újra és újra rekord bevételeket könyvelhettek el maguknak. Vagyis a WoW elmondhatjuk, hogy beállt a bálna üzletmodellre, amíg megvan az a pár ember, aki költ a játékra annyit, mint 100 másik együttvéve, nincs szükség, hogy feltornásszuk azokat az előfizetési számokat. Őszintén szomorú visszatekinteni ennek a timeline-nak bizonyos pontjaira, mert akkoriban még mindig sokan voltak, akik elsegették ezeket a dolgokat, mert a játék egyes részei, mint a raidek, jók voltak, és a mount vásárlások nem igazán hatottak ki rád, ha nem érdekelt. 2013 egyébként még egy érdekes történéssel szolgált, sajnos. Ugyanis ebből az évből származik J.L.M. Brack mérhetetlen arrogáns megnyilvánulása. Tudniillik, ezen a ponton már elkezdtek gyűlni azok a tömegek, akik úgy vélték, mint én, hogy a jelenlegi WoW már nem az a játék, amit 2005-ben elkezdtünk játszani, egyszerűen már nem nekünk szól, és szeretnénk visszatérni ahhoz az állapothoz. Ennek a nézetnek pedig hatalmas extra löketet adott az, hogy ez volt az az év is, amikor először megjelent az Old School RuneScape. Tehát egyre inkább adta magát a kérdés, hogyha egy olyan játéknak, mint az OSRS helye van a videójáték világban és sikere van a rajongói között, egy Vanilla vagy Burning Crusade WoW-nak miért ne lehetne? Ezt a kérdést tette fel a kapucnis barátunk 2013-ban a BlizzConon, amire Brack híresen azt válaszolta, you think you do, but you don't. Azt hiszed akarod, de nem. Hiszen ők a játékfejlesztők jobban tudják, ami sok esetben így is lehet, viszont ahogy már akkor más példák mutatták, az az érzés, amit sok játékos már akkor is érzett, hogy szeretne visszamenni, teljesen legitim. Soha senki nem mondaná, hogy nem mehetsz Mass Effect 1-en játszani, mert kijött a Mass Effect 3. Iszonyatos marhaság. Ezen a ponton a Blizzard mérhetetlen arroganciája, ami a szanaszét hulló játékával kapcsolatban volt szerintem undorító. Hozta a gazdaságilag fontos számokat a retail, és biztos nem szívesen gondoltak bele, hogy a régen a játékban maradt bukokat egy újra kiadásnál hogy oldanák meg, de az a hozzáállás, hogy illegitim valakinek a vágyódása egy ezen a ponton teljesen másik játékhoz, amit az idő múlásával teljesen elvesztettek, nem tudok szépet mondani ezekre az emberekre. Valamennyire elégtételnek éltem meg, hogy Bracknak kellett utána 2018-ban bejelenteni, hogy jön a klasszik, viszont tudván, hogy a bohóc fehét tették meg a Blizzard vezetőjének azóta, inkább elszomorodok. Mert ilyen emberek lehetnek a videójáték fejlesztő cégnek az élén, amit éveken át szentként tiszteltem. Most meg már, ha meglátom a logójukat is, egy mély veszteség érzet fog el. Ezen a ponton már kétlem, hogy volt bármi esély a Blizzardnak visszafordulni. Az anyagcég az, ami a komolyabb fejlesztői pozíciókban ilyen vízfejű emberek ülnek. Mennyi remény van? 2014 is egy érdekes év volt, mert a problémák ellenére az új kiegészítő, a Warlords of Draenor elképesztően nagy hype-nak örvendett. Hurtítottak egy elég vastagot a sztorin, hogy összehozzák, de a pandás bohóckodás után visszatérhetünk egy olyan történethez, ahol a Warcraft történelem legnagyobb és legjelentősebb alakjával találkozhattunk, és eseményeiben vehettünk részt. Visszatérhettünk Outlandre, de még a szétszúzás előtt, ismerős, de mégis új tájakat ismerhettünk meg, olyan újdonságok kerültek be a játékba, amit szó szerint a játék kezdete óta vártak páran. A játékosok saját kis parcellája a világban, ezt játékos házaknak, player housingnak hívtuk, mielőtt bejöttek a garrisonok. Komolyan közel egy évtized után úgy látszott, hogy megvalósul, hogy lesz egy saját kis bázisunk, amit a saját képünkre alakíthatunk, esetleg a diadalmainknak emléket állíthatunk majd ott, és a többi. Mondanom se kell akkor ugye, hogy az, ahogy a játékba bekerült, a játék teljes történelmének a legnagyobb bukása volt. Egy elcseszett béna quest hub lett, ahol szinte mobil játék szintet meg se ütő mechanikákkal bővült a repertoár, és leginkább arra volt jó, hogy az egész kiegészítő alatt 80-90%-ban ne találkozz még emberrel se. Szinte kimaxolta a játék single player valóját. Ettől függetlenül voltak a raidek rendszerében változtatások, amik ígéretesek voltak, bekerültek olyan kényelmi funkciók, amik kifejezetten hasznosak voltak, úgyhogy semmire nem voltak rossz hatással, mint azóta a játékba bekerült funkciótlan, de poénjátékok, ketyeréknek egy külön táska. Először itt jött el az item squish. Erről nem igazán beszéltem, mert ugye a játékkal jár, hogy ahogy lépkedik az emberek egyre följebb és följebb a szinteket, és kapják az egyre és egyre jobb gírt, azért egy évtized alatt azok a számok igencsak megnőnek. Így lehetett az, hogy Pandaria végén már 50-100 000-eket ütöttek az emberek a félmillió meg a fölötti HP-s emberekbe. Ezzel valamit kezdeniük kellett, mert nem lehetett a végtelenségbe növelni, ahol már milliókat ütnek az emberek és több millió HP-juk van. Ez is egy remek változtatásnak ígérkezett. Na meg itt frissítették a szintén évtized pluszos karaktermodelleket a régi fajokon. Szóval ja, csomó jó dolog várt minket a WoW-ban, és rengetegen tervezték, hogy visszatérnek. És mi lett ennek a vége? Hát, talán még páran emlékeznek, hogy volt is egy videóm arra, hogy mekkora istenkáromlóan hatalmas méretű paripa pöpölő volt a megjelenés. Én minden megjelenésnél ott voltam eddig. Én ott voltam, Gandalf. Ott voltam 3000 évvel ezelőtt. De ekkora kanca kukkendárét én még nem éltem át. Az egy dolog, hogy a megjelenés napján este játszhatatlan volt,
jobban, mint valaha, de oké, sokan voltunk. Küldetéseket és egyáltalán az új kontinensre átutást úgy rakták össze, hogy nem egyszer futottál bele abba, hogy egy földön lévő tárgy vagy egy NPC körül állnak szó szerint 4-5-600-an és próbálják lekattintani, mert az interakció laggol és egyszerre csak egy ember fél hozzá. Még erre is azt mondja az ember, hogy oké, de emlékszem, hogy ezt követően egy egész hét során játszhatatlan volt, alig tudtál bejutni, de ha be is jutottál, a játékvilág úgy laggolt, hogy alig tudtál bárhova haladni. És ha haladtál is, a szerverek folyamatosan dőltek össze, hosszú órákra le kellett kapcsolni, hogy egyáltalán kezdeni tudjanak vele valamit. Annyira durva volt a helyzet, hogy még ez a Blizzard is kiosztott 5 nap ingyen játékidőt. És hogy miért lett ez az egész így? Ki tudja. Ha tippelnem kéne, és azt persze szeretem, az új menedzsmentnek le kellett adni számokat, hogy mennyi aktív játékosra számítanak az első hónap végén. Ők pedig ez alapján limitálták a játékra a szerver infrastruktúra kapacitását, és egyszerűen nem kaptak többet a launchra, mondván úgyis idővel ennyi ember lesz, csak nem macere, vagy nem tudom. De tény, hogy ekkorát se előtte, se azóta nem zakóztak. Mindig szívás volt a megjelenés napi este, de az, hogy 2-3 napra rá emlékszem, hogy belépni alig tudtam, na hát az újdonság volt. Ismételten lehetne még savazni magát a játékot, de úgy érzem nem szükséges. A raidek jók voltak, csak kevés, a PvP-t meg már dobták a kukába szó szerint. A játék rendszeri, a Garrisonnak hála talán itt voltak az abszolút mélyponton, és akkor volt még valami. Mivel bekerült Mist végével a Cash Shop, csak várni kellett, hogy mikor fognak belenyúlni a játékmenetbe vele. Nem tartott sokáig, mert a VOD megjelenésére a kiegészítőhöz adtak egy level boostot, vagyis beválthattad meglévő karaktereidre, vagy akár újra is, hogy egyből 90-es szinten kezdjenek. Ez már abban az időben is hatalmas ellentetszést váltott ki igazából mindenkiből, mert a Blizzard konkrétan a játék egy teljes részét, a fejlődést úgy kezdte kezelni, hogy ez egy szükséges rossz. Ezen a ponton hol van a karakterfantázia és a világ kohéziója? Instáról instára teleportálsz, ha nem akarsz szintezni, átugorhatod, az itemeket már itt is szarrá homogenizálták, a PvP egy vicc, és egész nap áldogálhattál a Garrisonban egyedül. Mindezt úgy, hogy az utolsó content patch és a kiegészítők között a VOD előtt kellett a legtöbbet várni, vastagon több, mint egy kerek évet. De ennek a kiegészítőnek a bűnei sajnos még nem itt érnek véget. Ó, nem. Mert hogy 2015-ben a Blizzard, gondolom látva a nevetségesebb mérepülésbe kezdett előfizetési számokat, egyrészt úgy döntött, hogy nem kell ezekről senkinek tudnia, mert az ő szavaik szerint vannak más mértékegységeink, amik jobban reprezentálják, hogy hogy megy az üzlet. Hú, értitek? Na, és másrészt felvezették a WoW token rendszerét. Ez azt akarja, hogy valódi pénzért vehetsz ilyen WoW tokeneket, amit ingame eladhatsz egy a rendszer által meghatározott áron más játékosoknak, akik ezt megvehetik a játékon belül goldból. Vagyis a Blizzard az előfizetéses MMO-juknak indult játékkal eljutottak oda, hogy van előfizetés, van ezen felül mikrotranszakció mindenféle kozmetikai cuccokra, majd szintlépésre, majd végül legalizálták a valódi pénzből vásárolt játékon belüli aranyat. Kétségbeejtő ezeket a sorokat így egy mondatba összeszedni. És hogy miért? Mert ettől jobb játék lett? Vagy többen játszanak vele emiatt? Dehogy is! Minden a hivatalos számok beszüntetését követő becslés szerint egyre csak kevesebb ember játszik a játékkal. Egyszerűen annyi a lényeg, hogy az a pár bána egyre több és több pénzt tud ölni a játékba, így pedig a negyedéves, meg éves mércénél lehet villogni, hogy a bevételek nőttek. Csak azt ne kérdezzétek meg, hogy mi köze van ennek a játékfejlesztéshez és ahhoz, hogy egy jó játékot csináljon valaki, hogy kreatív emberek kiteljesíthessék a víziójukat, amit milliók élvezhetnek. És szerintem ezért lett elege a Blizzard játék univerzumok atyának is Chris Madsennek, aki ugye 2016-ban távozott. És ez volt az az év, ami még azért volt keserédes, mert a régi WoW-ot szerető emberként egy igazi mélypont volt a cég megítélése szempontjából. Mert hát 2016 volt az az év, amikor azok a bohócok, akik mégiscsak úgy gondolták, hogy jobban tudják és ők vanilla WoW-ozni akarnak, összetömörültek a hírhet Nostarius nevű privát kalóz szerveren. A WoW teljes fennállása alatt mindig voltak tört szerverek, viszont az első időkben ezek leginkább ugye arra próbáltak fókuszálni, hogy emulálják a játék aktuális állását, tartva a lépést a kiegészítőkkel és újabb tartalmi patchekkel. Viszont 2016-ra már szinte egy iparággá nőtte ki magát azoknak a szervereknek az üzemeltetése, ami a nosztalgiára vágyó embereknek készült. A legelterjedtebb a Vanilla és a Wrath of the Lich King szerverek voltak, abból az egyszerű prózai jogból, hogy ennek a kettő verziónak voltak a legjobban megalapozottak az emulálási rendszerei. Már így is millió órás lesz ez az átok videó, úgyhogy nem mennék jobban bele, de a lényeg, hogy a Burning Crusade kimaradt, és az újabb kiegészítőket üzemeltető privát szerverek meg vetésforgóban jöttek, mentek, és szarabbnál szarabbak voltak. Na, és ennek a nosztalgia vonatnak az élén volt a Nostarius. Annyira, hogy a streamerek kezdtek el vele játszani, felkapták a hagyományt gamer sajtóban, és özönlöttek rá a játékosok.
2016 márciusában 220 ezer aktív felhasználójuk volt, és a szerverük több mint 13 ezer egyidejűleg játszó embert is elbírt. A Project szó szerint hatalmas volt, és az egész non-profit módra volt felépítve. A szerver ingyenes volt, mikrotranszakció nem volt, és a játékosok tudták finanszírozni a szerver fenntartását, ha akarták. Így tudott működni, egy egész nagy csapat dolgozott rajta, a fejlesztők, akik az emulációt próbálták tökéletesíteni, GM-ek, akik a játékon belül próbálták megoldani a dolgokat, stb. Elképesztő egy dolog volt. A Blizzard nemet mondott, de az emberek azt mondtak, hogy jó, akkor megcsináljuk magunknak. És működött 2015. február 28-ától egészen 2016. április 10-ig, amikor a Nostalgius csapata eleget kellett, hogy tegyen a Blizzard jogilag benyújtott leállási kérelmének. És véget ért a csoda. Ennyi évvel később tudjuk, hogy mi lett belőle, megjelent a Classic WoW, de akkoriban ugyanaz az arrogancia sütött a Blizzardról, amit ekkora már elfogadtunk, hogy van nekik. A közösséggel semmilyen kommunikációt nem folytattak, minden bizonnyal rágták át a számokat, hogyha esetleg belevágnak, hányszoros szorzó van a profiton. És hogy hova jutott ma a WoW, szerintem elég átlátszóan két csapás irányt jelöltek ki maguknak. Az egyik a mikrotranszakciós bevételek maximalizálása, illetve a jelenleg játszó embereknél minél magasabb aktivitási számok kiszuszakolása. Ha elkapott a WoW-os drog, ne szabadulj a több tucat napi és heti feladattól, amit hogyha nem csinálsz meg minden áldott alkalommal, lemaradsz. Majd ha ezek az emberek eléggé fanatikusak, a lehető legtöbb bört lehúzni a pénzesebbekről. Persze a raidek továbbra is jók, de minden más nagyon úgy érződik, hogy annyira le van egyszerűsítve a legelemibb részecskére, hogy a lehető legkevesebbet kelljen vele foglalkozni a fejlesztés alatt. Voltak jó húzásaik, mint a Legionben a class hall-ok, de ezeket is millió egy olyan dolog övezi, ami nem hiszem, hogy azt hivatott elősegíteni, hogy a játék minél jobb legyen, vagy szórakoztatóbb. Egyszerűen csak ösztönözze a játékosokat a belépésre, legyenek minél többet online, lássák valakinek a drága pénzen vásárolt sárkány gyíkját, hogy ők is akarjanak egyet venni. Biztos vagyok benne, hogy lehetne még órákat értekezni az egyes kiegészítőkről, hogy miben mit csináltak jól és mit rosszul, és azt sem vitatom, hogy biztos vannak, akik most is jól el vannak a játékkal, de szerintem azt nehezen lehetne elvitatni a Blizzardtól, hogy egy jó ideje nem azért dolgoznak, hogy több és több játékost vonzanak be, hanem csak és kizárólag azt próbálják elérni, hogy a gazdasági negyed évnél boldogak legyenek a részvényesek. Na de akkor lépjünk vissza arra a bizonyos timeline-ra, mert a WoW messze nem az, ami miatt a Blizzardot mostanában tényleg gyűlölet övezi. Kapcsolódjunk vissza az eseményekbe 2012-ben, mert egy meglehetősen kínos ügy volt kibontakozóban. Réges-régen a Warcraft 3-as időkben hatalmas sikernek örvendett az egyedi pályakészítés. Nem kicsit annak köszönhetően, hogy a pályaszerkesztő, amit kiadott a játékhoz a Blizzard, az egyik legkönnyebben használható, de leginkább részletekbe menőbb volt. Érdekesebbnél érdekesebb mechanikákat tudtak beleprogramozni a tehetségesebbnél tehetségesebb amatőr fejlesztők. Ha visszatekintünk, több, ma sikernek örvendő zsáner itt keletkezett, a Starcraft 1 és a Warcraft 3 map editorban. Ezek közül kétséget kizáron a legnagyobb, a MOBA műfaj. A LoL, a HOTS és Millió egy azóta besült próbálkozás ősatja, a Defense of the Ancients, röviden Dota. A custom mappek királya. Szerintem több Dota meccset játszottak béneten egy idő után, mint bármi más, beleértve a sima meccseket. Viszont amit a Blizzard soha az életben nem tett meg, az az, hogy ezeket a tehetséges embereket, akik új zsánereket alkottak a játékukban, felkeresték, hogy az ötletük egy teljes játékká realizálódhasson. Így történhetett, hogy a Dota fejlesztése mögött álló emberek szétszélettek, és League of Legends gyártottak, illetve a Valve-hoz szegődtek Ice Frog személyében, ahol pedig Dota 2 néven álltak neki a kvázi folytatásnak. Igen ám, de a Blizzardot sem most szalasztották a hegyről, úgyhogy fogták magukat és képesek voltak beleállni a Valve-ba, hogy lopják a szellemi terméküket. Egyfelől a hősök tovább öregbítése kapcsán, másfelől pedig arra appelláltak, hogy a Dota név hozzájuk köthető, illetve azt a szívhez szóló mesét, hogy a játékosok ki a Dota név nem veheti el a Valve. A vége természetesen az lett, hogy a Valve tovább használhatta a Dota nevet, és az emberek, akik V3 mapot csinálnak, szintén. Erre a kapálózásra szerintem azt teszi fel a pontot, hogy ez alatt a Blizzard megpróbált a Blizzard Dota néven betolni a köztudatba a saját próbálkozásukat. Ami ugye később Heroes of the Storm néven került fel a Battle.net-ek polcaira, de szó lesz még róla, nem kell félni. Lehet vitatkozni, hogy mennyi joga volt egyáltalán a Dota névhez bárkinek, de tekintve, hogy a map első megalkotója Carl Summer és később a legnagyobb továbbfejlesztője Ice Frog is a Valve-hoz igazolt, hogy a Dota 2-t fejlessze, hát nehéz lenne elvitatni, hogyha valakinek, akkor nekik. A Blizzard részéről megint csak az áll megmentőként pózerkedés, miközben a saját lemaradásokat próbálták behozni megint csak a piacon, volt az, ami kicsapta a biztosítékot. Lehettek volna új zsánerek és világsikerek kulcsemberei, helyette szartak az egészre és utólag próbálták visszamarni a zsánert azoktól az emberektől, akik megteremtették. Viszont 2012-ben a Valve-os botrány csak a kisebbik szarvihar volt, mert hogy ez volt az az év, amikor megjelent a Diablo 3. Hol is kezdjem ezt az egészet? A Blizzard Notról már megemlékeztünk, és úgy érzem, nem lenne őszinte, hogyha nem azzal kezdeném, hogy anno a Diablo 3 bemutatása
mutatom, nem lett jó. Sajnos, amikor ilyen határidős videókat csinált az ember, sok esetben csak pár napja volt kipróbálni, összeszedni a gondolatait, és 2-3 nap után már papírra kellett vetni, hogy az összes többi utómunkával meglegyen. Ez egy pár órás single player játéknál, vagy egy teljesen repetitív sportjátéknál nem probléma, de egy olyan játéknál, mint a Diablo 3, ahol ennél jóval több kell ahhoz, hogy a játékot kiismerd és kimutassa a foga a fehérjét, ahhoz vezethet, amit láthatatok. A valódi pénzes alhá még a játékban sem volt, de egy Diablo 3-nak amúgy sem elég, hogyha egy 10-20 óráig szórakoztató valami lesz. Okkal vártak sokkal többet tőle emberek. Egyrészt a játék egy méretes kupacot tett a Diablo mítoszára, és átirogatott, meg követhetetlenül kibővített hozzáadott dolgokat, ami egy Diablo fanatikusnak feltűnhetett, ahogy nekem akkor nem. Érződött a játékon, hogy egy új generációnak készült, de nem tisztelve nagyon azt, hogy honnan jött. Vagy a látványvilág, ami nem csak hogy már engem is zavar, de megint csak szembe ment az atmoszférával, amit az előző játékok megcéloztak. A játékmenet nyilván embere válogatja, szerintem jó volt, de van erre, aki azt mondja, hogy túlzásba vitték az ilyen power fantasy kielégítését. A Diablo világ nyomorúságával a fénylő, szuperhősös effektek és mozgások nem illenek össze. De igazából lényegtelen is. Amire itt inkább ki akarnék térni, ez megint csak azok a dolgok, amik egyenesen a vásárló rovására kerültek a játékba, mert ez az a hagyaték, ami a Diablo 3-ból maradt ránk ennyi év után. Az offline játék és a LAN elvesztését megénekeltem a StarCraft 2-nél is, de természetesen ez sehol se fájó, mint egy Diablo játéknál, ami sokaknak amúgy se volt több, mint egy single player játék, ami elő örömmel ültek le és játszották a végtelenségig. Nem akarom elvitatni senkitől a szórakozását, aki régen is multiba tolta, nekem is vannak ilyen barátaim, de ahogy a Blizzard stratégiai játékai inkább voltak egy multiplayer játékok egy kampánya, addig szerintem a Diablo inkább volt egy kampány multiplayerrel. Sokkal fájdalmasabb egy ilyen játékot láncra verni, hogy attól függjenek, hogy a Blizzard meddig érzi értékesnek a játékához a szervereket fenntartani, mennyi embernek okoztak temérdek rossz élményt, amikor errorok egész garmadájából választhattak, hogy épp melyik cseszze őket offline-ba, és akár vesszenek el perceket, órákat a játékukból. Hol vannak már azok az idők, amikor a Diablo 1-hez adhattál a haverodnak egy Spawn Edition-t, hogy bár maguk nem játszhattak ingyen, ha csak nem offline, online-ba is csatlakozhattak a haverjukhoz, akinek viszont megvan a játék. Biztos rosszul mutatott volna a 2012-es pénzügyi év zárásánál, azt meg nem hagyhatjuk. És akkor az aukciós ház. Először is vegyük a valódi pénzes verziót, mert ugye kettő volt. A pénzes kitűzött célja ugye, hogy a fekete piacot fehérítse. Biztos nyáladzott pár könyvelő a gondolatra, hogy az egész in-game cuccokat adok-veszek részét, amit ilyen-olyan fórumokon üzleteltek az emberek, ha ők azt mind behúzhatnák a saját hasznukra, micsoda pénzeket termelne. Random generált itemekből nyomtathatnánk pénzt. Nem tudom, hogy ezt mondjuk, hogy adózzák. Mit adtak érte, olyan ijesen adtunk a játékosoknak büszkeséget, meg teljesítményt. Na hát, természetesen ez rohadtul szét tudta cseszni a játék teljes alapjául szolgáló loot rendszer, de nem csak a valódi pénzes, a sima is. Hisz egy Diablóban mi a cél? Egyre nehezebb és nehezebb fokozaton tolni a játékot és szedni a lootot. Maga a loot a cél. De mi van akkor, ha az a cél egyszerűen bekerül a menübe és meg tudod venni? Akár ingém, akár valódi pénzért. Mit ér egy ilyen játék? Hát ez az, amire azóta is próbálnak rájönni, és estek át szerintem már vagy 4 nagy átszabáson, mint az eredeti játékkal, mint a Reaper of Souls-zal. Nem tudom megmondani nektek, hogy végül megtalálták-e a számítását a Diablo játékosoknak, de valószínűleg ők se, mert azok meg elmentek már rég Path of Exile-ozni. Amit a Diablo 3-on látni lehetett, hogy valami oknál fogva inkább shootba dobták a nagy részét annak, ami a Diablót jelentette sokaknak, hogy egy nagy közönség barátabb játékot dobjanak piacra, mondván egy Diablo fan helyett jön majd kettő vásárló, meg hát a Diablo fan úgyis megveszi, mert reménykedik. Az ő pénzét már megszereztük, előfizetés nincs, az alhát meg majd az a réteg pörgeti, aki csak a legnagyobbat akarja mindenből, és nem számít neki a pénz. Kizártnak tartom, hogy a játékfejlesztők közül, akik ezen a ponton már 20-30 éve a Blizzardnál dolgoztak, senki se próbálta ezt a katasztrófát megállítani. Utólag, amikor már látszott, hogy túl nagy léket robbantottak a franchise oldalába, hogy el tudjanak evickélni, elkezdtek a part felé pedálozni, de mire jutottak? Szerintem arra, hogy a következő rész szinte senki se várja igazán, és még ha jó is lenne, és mindent jóvá tesznek benne, se biztos, hogy kiegyenesíti a Diablo nevén esett csorbát. Egy biztos, a Diablo 3 eladási rekordot döntött, csak az a kérdés, hogy ezért eljátszott-e a jövőjét. És ha már jövőnél tartunk, beszéljünk a Project Titanről. Milyen jó átkötés volt, figyeltétek? Szóval Titan, beszéljünk kicsit róla. 2014-hez kötöm, mert ekkor jelentette be Mark Morhaime, hogy a Titán el lett kaszálva. Az első szivárgás a játékkal kapcsolatban még 2007-hez köthető, amikor is kiszúrták emberek, hogy a Blizzard embereket keres egy szuper titkos Next Gen MMO projekthez. Az érdekesség ugye az, hogy ez csak pár évvel a WoW megjelenése után volt, épp a mennybeszállásuk kellős közepén, ahol úgy gyűltek az előfizetők, hogy alig bírtak elég Burning Crusade-et gyártani, hogy legyen elég a boltok polcaira. Tehát azonnal elindult a spekuláció, hogy mi lehet az. Bár nem tudom, hogy honnan jött,
jött, de a korai időkben azt sejtettük, hogy MMO FPS lesz, és azokban az években úgy nyilatkoztak róla a fejesek, hogy szerintük a WoW-val szimultán élhet, és hogy nem kebelezi be egyik a másikat. A Titán név egyébként egy 2010-es League-ből származik, ami a kínai divízióból szivárgott ki, ahol egy menedzsernek ezért el is hullott a feje. Érdekes így utólag visszanézni, mert sok minden stimmel benne, de például látszik, hogy a Diablo 2-höz két kiegészítőt terveztek, ami nyilván nem valósult meg. Illetve, hogy mennyit csúsztak az egyes megjelenésekkel a terveikhez képest. A játékot annyira titokban fejlesztették, hogy hivatalosan még most se lehet róla semmit tudni. A napvilágot látott információkat is nevüket elhallgatva nyilatkozták a projekten dolgozó emberek. A játék egy olyan MMO FPS lett volna, ami a Földön játszódott, egy olyan jövőben, ahol épp az űrlény invázió túlélő civilizáció nyaldossa a sebeit próbál újjáépíteni, mi pedig három egymásnak feszülő frakció között dönthettünk volna, hogy kivel ragadunk fegyvert, és magát a játékmenetet is két frontosra tervezték. Egy Clark Kent és egy Superman, vagyis az egyik módban csak valami mundén melót csináltál volna, míg a másikban mehettél volna csatározni a haverokkal vagy questelni. Ezek lettek volna a valódi és az árnyékvilág. A mundén dolog lehetett volna akármi, kocsit bütykölsz, vagy egy boltod van a virtuális világban, olyan helyszínekkel, mint Amerika nyugati partja, Európában Párizs, Dél-Amerika, Afrika, Ausztrália, és lettek volna kasztok, amikkel a harcmezőn villoghattál volna, mint a Reaper, Jumper, Titan, Ranger vagy Juggernaut. Mind különleges képességekkel, felszerelésekkel. Maga a gameplay és játékvilág pedig sokban hasonlított volna a Team Fortressre, amit bedobtak a Turmix gépbe egy kis StarCraft-os sci-fi világgal. Egy elképesztően ambiciózus projektet akartak összehozni, ahol egyfelől van egy valódi világ, amiben csak szimszesen éldegélsz, építkezel, barátokat szerzel, és egy árny, ahol csatáztok. Mindezt összeolvasztva úgy, hogy mindegyik része szórakoztató legyen. A szivárgatók szerint a Blizzard még korábbi Maxis fejlesztőket is felvett, hogy a Simsen szerzett tapasztalatukkal tudják segíteni a játékon azon részének a kialakítását. Sőt, terveik szerint a játék NPC-i mögött lévő mesterséges intelligencia egy olyan szintet ütött volna meg, amit még előtte soha semmi. A karakterek a játékban valódi személyiség rendelkeztek volna és interaktáltak volna veled, emlékezve mit beszéltél velük vagy csináltál velük legutóbb. Ezen dolgoztak 6-7 évet legalább, de a végén az sült ki Morhaime nyilatkozatába, hogy nem jött össze. Egyszerűen nem volt szórakoztató, és valahol 2013 környékén végül elengedték az álmot, vagy hát a régi Blizzard valószínűleg így tett volna, de mint már tudjuk, a Titán hamvaiba végül egy Overwatch alakult ki. Amire sok mindent lehet mondani, csak azt nem, hogy ambíciózus. Nincsen ezzel igazán baj, de ha visszatekintünk a Blizzard első 15 évére és a második kb. 15 évére, azt látjuk, hogy ordinálni nagy hiány lett ambíciókból. Mintha félnének nagyot gondolni és megpróbálni valami teljesen újat sikerre vinni. A WoW-hoz adogatják ki a kiegészítőket úgy, ahogy ezt már átfutottam, a StarCraft 2-vel, mint a fejetlen csirke robbantottak, a Diablo 3-mal olyan merészek voltak, mint pelenkás csecsemő a hadgyakorlaton, a Heroes of the Storm már koncepciójában is csak egy arcmentésnek tűnt, a Hearthstone olyan kicsi projekt, hogy szerintem 20 évvel ezelőtt még pénzt sem vertek volna elkérni érte, az Overwatch meg hát egy végtelenül biztonsági játékos asset flip, hogy valami pénzt visszakalapoljanak a Titán fejlesztéséből. Önmagában ebből nagyon egyikkel sincs komoly baj a már felsorolt litániámon kívül, és természetesen sokszor hatalmas kasszasikerekről beszélhetünk, ha csak azt nézzük, hogy mennyi dollár csilinger miatt a Blizzardos számlákon, de összességében kicsit szarul érzem magam azért, hogy mintha a WoW megjelenésével a Blizzard a saját siker áldozata lett volna, és most már nem mernének kockáztatni, mert nem engedhették meg egy játékot, ami mögött nincsenek ott a fókuszgrupok, marketing által leokézott mechanikák és számok. És akkor elérkeztünk ide is, Heroes of the Storm, avagy korai nevén Blizzard Dota StarCraft 2 map. Egy borzalmasan izzadságszagú MOBA próbálkozás a Hóvihar részéről, ami bár LoL és Dota konkurenciának indult, miután ebbéli meglehetősen nevetséges törekvéseiket elengedték, egy üde kis színfolt keletkezett a játékos palettájukon. Akkor mégis minek beszélek róla? Egy szó, Heroes Global Championship. Na jó, ez három volt. A Heroes of the Storm történetének sajnos azért van jelentősége, mert gyakorlatilag 3,5 év alatt véget is ért. A Blizzard felépített rá egy e-sport színát, be akartak törni a két nagy MOBA mellé, és ezt erőből próbálták megoldani. Ami azt jelentette, hogy indítottak egy Heroes of the Dorm sorozatot, ahol egyetemi csapatoknak szerveztek hatalmas viadalokat méretes pénznyereményekkel, majd megalapították az HGC-t. Ez volt a valódi próliga, ahol mint a Riot-féle modellben a csapatok tagjainak fizetést adtak, attól függetlenül, hogy mennyi szponzora vagy támogatása volt az adott csapatnak. A ligából ki lehetett esni, és új csapatok küzdhették fel magukat, ami mind szép és jó, de ami ezután következett, az volt a Blizzard egyik legalattomosabb húzása. A 2018-as szezon után minden csapatot, játékos, stb. Egy büdös szó nélkül hagytak, majd december 13-án a semmiből a Blizzard bejelentette, hogy kuka az egész.
emberek, csapatok, akik ekkor már természetesen a folytatást tervezték, a jövő évi stratégiát és ütemtervet próbálták összehozni, miután hetekig egy hangot nem hallottak felőlük, értesültek a világgal egyszerre, hogy vége. A Heroes of the Storm minden e-sport versenyét és rendezvényét lemondták, és a fejlesztő csapat jó részét átpakolták más játékokhoz. Egy pillanat alatt az egész a levesbe. Persze mindig vannak üzleti próbálkozások, amik nem jönnek össze, viszont amikor úgy építed fel a teljes e-sport apparátusodat, hogy rajtad és csak is rajtad megy keresztül, egy borzalmasan kétélű fegyver tud lenni ez. Persze remek volt a csapatoknak a Blizzard támogatása és az egész felépítése a ligáknak, de ezt soha nem lett volna szabad ezekre az emberekre így rázódítani. Amikor még nem sokkal korábban arról beszéltek nyilatkozatokban, hogy milyen fontos nekik egy stabil, fenntartható ökoszisztéma felépítése a játék körül. Szerintem azért a stabilba az is beletartozik, hogy egyik napról a másikra nem húzzák ki az egészet az emberek lába alól. Ehhez képest a játék kreatív fejese, Keon Milker posztja is úgy fest, mintha a publikummal együtt tudta volna meg. Nagyon-nagyon bizarr, főleg egy olyan fejlesztő stúdiótól, ami a végső remasterekig évente, pár évente patcheket adott ki a StarCraft Brood War és a Warcraft 3 játékaihoz, 18-20 éves játékokhoz. De hát ez a stúdió már nem az, igaz? Ez az a stúdió, ami hiteget és kitérő válaszokat ad az e-sport versenyzőknek és a csapatoknak, sőt a saját fejlesztőiknek a játékról és a széna jövőjéről, majd hirtelen agyonüti őket a fájdalmas csapással, mint hogyha nem emberek életéről lenne szó, akik bíztak a szavukban és sokat feltettek rá. De a java még hátra van. Igaz, ez a 2017-es incidens nem kifejezetten a Blizzardhoz fűződik, hanem az egész Activision Blizzardhoz, de amikor gyűjtöttem az anyagot ehhez a videóhoz, belefutottam, és egyszerűen annyira képregényesen gonosz és számító az egész, hogy muszáj volt megemlítenem, mert az ember tényleg csak kínjában tud már rajta nevetni. Mert ugyanis ebben az évben nyilvánosságra került egy szabadalmat drága anyacégtől, ami azt hivatott lefedni, hogy a videójátékokban a matchmaking hogy tudja vásárlásra buzdítani a játékosokat. Értitek? A rendszer hogy tud mondjuk olyanokat, akik nem vettek skineket, összeereszteni olyanokkal, akik meg igen, hogy ezzel ösztönözzék a vásárlásra őket. Hogy lássák a játékban és megtetszen nekik. Most komolyan, mennyire gusztustalan ez már? Valamilyen szinten zseniális, de gusztustalan. És mondja nekem bárki teljes bizalommal és hatalmas messzélességgel, hogy szerinte nem csúsztatták még ezt be egyik játékukba se. Komolyan mondom, hogy vicc. De akkor vágjunk egy vastag jobb kanyart, és beszéljünk róla, hogy mi zajlott még 2007-2018-ban az Overwatch-sal. Gondolom nem kell sokaknak bemutatni az Overwatch League-et, vagyis az Activision Blizzard szeretné, hogy ne kelljen. Na szóval, a játék 2016-os megjelenése után a Blizz nem vesztegetett túl sok időt, és még abban az évben felvezetett egy elképesztően ambíciózus tervet, az Overwatch League-át. Megrögzött céljuk volt, hogy az Overwatchból egy hatalmas határokat döntögető e-sport csinálnak. De nem csak úgy, hogy ügyesen támogatjuk a szénát, felhúzzuk a csapatokat, promotáljuk a rendezvényeket, stb., hanem kicsit pálpatínosan a Blizzard úgy döntött, a liga én vagyok. Ami pedig történt, az bizonyos szempontból tényleg elképesztő. Városokhoz köthető franchise alkukat kötöttek a ligájukban lévő helyekre. Nagyon amerikai sportosan. A liga ezekből a franchise-okból áll, kiesni nem lehet. Be tudod magad vásárolni, és mindenféle szponzorációs és brandileken keresztül pedig pénzt keresni. Minden csapat egy városhoz kötődik, abban a városban lesz arénájuk a franchise-oknak, ahova meccseket szerveznek, ott lehet drága jegyet árulni, félidőben tömött sorok a büfében, stb. Kicsit tényleg tradicionális sportosra véve a figurát. Szóval, hol volt a baj? Hát ott, hogy amikor ugye elindult az Overwatch, illetve természetesen már a beta időszakban is, a tradicionális e-sport csapatok elkezdték építeni a szénát, Dignitas, Complexity, TSM, stb. Az e-sporthoz köthető csapatok, akiknek ez a bizniszük, és ugye látták a lehetőséget az Overwatchban is. És a 2016-os BlizzConra kijutott játékosoknak egy részét ugye ők szponzorálták. Adná magát, hogy persze, akkor ők lettek a franchise-ok is, igaz? Hát... persze, hogy nem. Ugyanis a Blizzardnak az akkor kitudódott információk alapján nem is volt igazán szándékába, hogy ezekkel a partnerekkel, akikkel a játékaikon keresztül évtizedekre is visszanyúló kapcsolata volt, tolják tovább az Overwatch Liga szekerét. Az első évadban 15-20 millió dolláros éves franchise megállapodásokról szólt a fáma. Ez pedig azoknak a csapatoknak, akik az e-sport szénából nőtték ki magukat, egy szembeköpés volt. Nem is voltak a kanyarba se, hogy ezt felköhögjék egy jószerűen meg se született ligába való bekerülésre. Vagyis 2017-ben a hatalmas reményekkel és lendülettel összeállt Overwatch profi csapatok egymás után lettek felbontva. A játékosokat később vagy leigazolták a franchise csapatokba, esetleg próbálkozhattak a második vonalbeli úgymond akadémia ligában, hogy megmutassák a tudásukat a nagycsapatoknak, vagy mentek a levesbe. Mert ezzel a lépéssel a Blizzard szinte teljesen lezárta a teljes e-sport szénát, olyan keretek közé szorítva, ahol szó szerint minden rajtuk keresztül történt. Ami egyfelől pozitívum, mert sok játékosnak tudott biztonságot jelenteni, és eddig kiszámíthatóságot csapatoknak.
játéknak. Másfelől viszont kifejezetten nagy probléma, mert hát adott egy játék, ami e-sport léptékkel alig született meg, és a tradicionális utakat, ami a sport kineveléséhez vezethetett volna, ellehetetlenítették. Nem akarnék pálcát törni afölött, hogy jó e-sport-e az Overwatch, mert őszintén nem tudom. Nekem, mint casual embernek a játék, amíg játszottam vele egy kicsit, elment, de léptem is tovább. A közvetítések pedig, amikor láttam őket, nehezen követhetőek voltak. Azt viszont biztosan látom, hogy a háttérben mozgó pénzek és az ezzel együtt kötött egyességek fényében a nézettségi mutatók szerintem köszönő viszonyban sincsenek. Egy nagyon ambíciózus dolgot próbáltak meg két szemmel a zsákpénzen, amit szerintem ezen a ponton azt tart életben, hogy nagyon sokan hatalmas összegekkel próbálják fellobbantani azt az e-sport lángot, ami sose volt ott igazán. Egy iszonyatosan kierőszakoltnak érződik az Overwatch Liga helyzete, ahol a látszólagos kisebb-nagyobb sikereiket beárnyékolják az elvárások. Nem tűnik egy egészséges prószénának, mert egyszerűen az első adandó alkalommal kirúgták a lábait azoknak a csapatoknak és cégeknek, akik a legtöbb játék e-sportjának organikus fejlődésében részt vettek és hozzáadtak. Ezek az emberek pedig egy olyan űrt hagytak maguk után, amit kétleg, hogy öltönyös pénzemberek be tudnak tömni piackutatással és profit maximalizálással. Az idő eldönti persze, hogy üzletileg működik-e, mert nyilván elég pénzből lehet pénzt csinálni, de gyanús, hogy még ha nem is 2-3 év távlatából, de majd 5-6-ból visszanézve, azt lehet mondani, hogy hiba volt a farokkal csóválni azt a szerencsétlen kutyát. És ha már ott tartunk, hogy melyik farok csóválja melyik kutyát. A 2018-as BlizzCon több dolog miatt is emlékezetes volt. Serral az első nem kórai SC2 bajnok megkoronázása, Classic WoW-ról először kaptunk bővebb információkat, szívünknek olyan kedves Warcraft 3 felújítása a Reforged-dal, ne aggódjatok, eljutunk ahhoz is, és a Diablo Immortal. Esküszöm, szinte sajnálom Wyatt Chang-et. Képzeljétek el, hogy egy megégetett Diablo közösség epekedve várja a következő nagy bejelentést a kedvenc franchise-ukkal kapcsolatban, és az évek során a Diablo 3 megjelenés után az Activision Blizzard leküld egy levelet, hogy amúgy kiadtuk a NetEase-nek, hogy hozzanak tető alá nekünk egy Diablo mobil játékot. Majd valószínűleg nem sokkal a BlizzCon előtt, ami a teljes Blizzard múlt, jelen és jövő ünnepélye, behívnak egy meetingre, ahol felvezetik neked, hogy ezt be kéne jelenteni egy rakás ízig-vérig hardcore PC gamernek. Mert ne rögtesse senki magát azzal, hogy egy videójáték rendezvényre, amire a jegyek 60 ezer forint fölött kezdődnek, a random Jóska Pista betéved. Na ezen a rendezvényen kiküldenek téged gyakorlatilag szénné égni egy Diablo Immortal bejelentéssel, hát én tuti, hogy veszélyességi pótlékot kértem volna. És aki azt kérdezi, hogy mi baj vele, miért ne lehetne mobilportot csinálni a Diablo-ból? Én azt kérdezem, hogy lehetett volna ennél rosszabban csinálni ezt az egészet? Szerintetek volt rosszabb módja ennek a tálalására, mint amit csináltak? Először is az időzítés. A Diablo 3 ezen a ponton már 6 éve jelent meg. Az emberek tényleg epegedve várták, hogy végre jöjjön egy Diablo 4, amivel talán a Blizzard jóvá teszi a hibákat, amit a 3-mal elkövetett, és talán újra visszaveszik az akció RPG koronát a poétől. Ezeknek az embereknek aztán egy még inkább a hardcore fanokra szűrt rétegének a show csúcspontjánál kijön a játék egyik game direktora hatalmas Diablo felirattal a háta mögött, és elkezd a játék epikus történetéről beszélni, majd bejátszanak egy igazi ízig-vérig Blizzard átvezető mozit, amitől még azoknak is az egekbe ugrik az adrenalin szintje, akik a Diablo-ra azt hiszik, hogy egy mosószermárka, és utána ezt a végtelen magasságokba emelt hype-ot agyonütik azzal, hogy a játék, amit bejelentettek, az nem egy Diablo 4, de még csak nem is egy Diablo 3 kiegészítő, amir ugye voltak szivárgások, hogy jön, hanem egy mobiljáték. De még csak nem is a Blizzard által készített mobiljáték, hanem egy 20-rangú random kínai mobiljáték reszkinje a Diablo modellekkel. Nem tudom, hogy lehetett volna ezt még jobban elcseszni? Bejelentik, hogy a Diablo 1 és 2 illegális lesz játszani és kiküldik rád a rendőröket, ha bekapcsolod? És akkor még nem beszéltünk a fanokról, akik megint egy értelmes játék nélkül maradtak, megint végig kell nézniük, hogy lehúznak egy bört valamiről, ami régen sokat jelentett nekik, méghozzá annyira arcátlan módon, amennyire csak emberileg lehetséges a videójáték piacon. Konkrétan fogták és az Endless of God nevű NetEase játékra rádobtak egy Diablo skint. Na most ez a hozzáállás már akkor felvetette, hogy mekkora ótvaros méretű mikrotranszakciós husángot fognak vele letolni az emberek torkán, és ahogy ezt kezdtem, sajnálnám Wyatt Chang-et, ha nem lett volna pofája később a Q&A alatt begyögni azt, hogy mő, nincs telefonotok? Az édes mamukának az aromás altájékát. Ez az az arrogancia, amit 5-10 éves soha nem tudtál volna elképzelni egy BlizzConon, de most már újra és újra ezt kapjuk, hogy ennyit érsz a cégnek, mint rajongó. Semmit. És sajnos így kell hozzáállnod neked is ehhez a valamihez, ami a Blizzardból lett. Nem jelenthet semmit a nevük vagy a franchise-aik, mert meg fognak égetni, nem érdemelnek bizalmat, mert rászolgáltak, hogy ne érdemeljenek. Újra és újra.
2019 elején épp a klasszik WoW-ra várás eufóriám tetőpontján volt a maradéssal, elkezdtek csöpögni az infók, egyre többet lehetett tudni a terveikről, és őszintén a mi kis buborékunkban vártuk a nyarat, hogy végre visszatérhessünk ahhoz a játékhoz, amiben a modern Blizzard keze már csak minimálisan tudott belerondítani. Aztán jött egy újabb olyan gyomros az Activision Blizzard vonalról, hogy undorító volt még kívülről is nézni. És kicsit új megvilágításba került például a 2018 végi felmondása Mark Morhaime-nek, mert ugyanis 2019 februárjában robbant a bomba, hogy több mint 800 embert küldenek el az Activision Blizzard alá tartozó cégcsoporttól, és ezt a Blizzard is keservesen megszenvedte. A kirúgott emberek nagy része az e-sport és a közösségi támogatás részről jött. A közösség kapcsolatért felelős emberek, akik segítettek a játékosoknak, akik a kapcsolatot jelentették az emberek és a fejlesztők között. Az egyik ilyen kiemelt eset volt Hirisense a Classic WoW közösségnek. Gyakorlatilag az egyetlen aktív CM volt, aki folyamatosan tartotta a kapcsolatot a fanokkal, és próbált tolmácsolni a két fél között, mik az okai az egyes döntéseknek, vagy mit szeretne máshogy a játékos bázis. Ő volt például az egyik legnagyobb húzóerő egy olyan retail-es projekt mögött, hogy összeszedte a közösségtől az összes elképzelést, hogy mit akarnának visszakapni, mitől lehetne jobb a játék, mitől lenne jobb a klassz identitás benne. De valaki az Activision-nél fogta a nagy könyvelési almanakot, és kimatekozta, hogy hogy lehetne kurtítani jó nagyot a bérköltséggel, anélkül, hogy teljesen tönkrevágnák a cégeket. Mert hát borzalmasan rossz évet zártak, igaz? Ja, hát nem. A 2018-as pénzügyi jelentés úgy nézett ki, hogy 7,5 milliárd dolláros bevételből 1 milliárd 800 millió profitot generáltak dollárban. A cég történetének legjobb évét zárták, és ezt megünnepelendő több mint 800 embert utcára raktak. Sokakat végkielégítés nélkül, mert ugye manapság dívik, hogy akit csak lehet, azt mind külső vállalkozóként foglalkoztattak. Nem kell aggódni, nem csak kis hazánkban szúrják ki a szemét és szopatják úgy, ahogy csak tudják az összes munkavállalót. Felvetődhet a kérdés, hogy 800 ember azért az baromi sok, ezeknek feladatait azért valahogy el kell látni, hogy a francba oldották meg ezeket ennyi ember nélkül. Közel 10%-os elbocsátás volt. A válasz? Borzasztóan prózai. Sehogy. Egyszerűen pár hónappal vagy héttel később újra felkerültek ezek a beosztások a nyitott állások közé. Csak természetesen picit kibővített munkakörökkel, mert hát ugye mennyiben pénztárca barátabb, hogy nem a 10 éve ott dolgozó 5 munkát ellátó szemét fizetjük, aki már emiatt kapott pár fizuemelést, hanem csak kidobjuk az utcára, aztán felveszünk egy új embert olcsóbban és ráverünk 8 munkát. Így spóroltunk a béren és spóroltunk azon, hogy hány embert kell foglalkoztatnunk. És mivel ez a videójátékipar, sajnos mindig vannak lelkes emberek, akik a cégüknél akarnak dolgozni, mert a név még mindig jelent valamit, és be akarják tenni a lábukat az ajtón az iparba. Évek óta sajnos köztudott, hogy a Blizzard házatáján nagyon komoly problémák voltak az emberek fizetéseivel. Egyszerűen amiatt, hogy mindenki a híres Blizzardnál akar dolgozni. Sokan bevállaltak olyan élethelyzeteket, hogy az amúgy is borzasztóan drága kaliforniai dzsumbiban éltek, akár kettet harmad magukkal egy lakásban, és dolgoznak annyi pénzért, hogy épp fent tudják magukat tartani. Persze, mondjuk hazai szemmel, hogyha megnézed ezeket a fizukat, az itthoni 4x-5x-ösét találod és értetlenkedsz, de pont ott Irvine, Kaliforniában sajnos ez a létminimum volt nekik. Soha nem fogunk szerintem annyira belelátni ezekbe a dolgokba, hogy elmondhassuk igazából ki tehet róla, hogy ezek lettek ott a helyzetek, de egy dologban ezen a ponton teljesen biztos vagyok, Kotikék a vezetőszékben biztosan nem segítették a dolgot, sőt. Az elbocsátások farvizén a nyár elején egyébként megtudtuk, hogy készült majdnem 2 évig egy StarCraft FPS is a stúdió bugyraiban, az Overwatch engine-jét felhasználva, ja és hogy honnan? Onnan, hogy el lett kasszálva. StarCraft FPS kuka, eltemetve a Blizzard tömegsírba a Ghost mellé gondolom. Szinte semmit se lehet tudni a játékról, azon kívül, hogy Terran Marinokat kellett volna benne irányítani a csatamezőn lövöldözve. Viszont ők inkább fókuszáltak a mostanra már bejelentett Overwatch 2-re, meg a Diablo 4-re. Béke poraira. De 19 egy sűrű év volt a Blizzardnak. Elbocsátások, játék elkasszálás, klasszik WoW elindítás, Diablo Immortal utózöngék, úgyhogy mi se lett volna még jobb, mint megmutatni, hogy cég mekkora gerinctelen kínai kormány segnyeló árnyéka önmagának. Tudni illik ugyanis, hogy 2019 végén a tetőpontra hágott a hongkongi tüntetések sorozata, ahol a helyiek a demokráciáért vonultak utcára, hogy a kínai kormány befolyását növelő intézkedéseket megállítsák. Hongkong és Kína kapcsolata messze túlmutat azon, hogy én egy ilyen kis videójátékos cégelemzéses videómba kibontsam, úgyhogy olvassatok utána az egész Herceg utcának, ha szeretnétek. A lényeg az, hogy a hongkongi illetőségű Bliss Chang egy Hearthstone verseny egy meccse után interjúban annyit mondott, hogy szabadságot Hongkongnak, és hogy ez az ő forradalmuk. Amire az Activision Blizzard tenyérbe mászóan reagált. Először is egy évre felfüggesztették a játéktól, a 2019-es nyereményeit megvonták tőle, és hogy meglegyen a hava szartortán, kirúgták a két kommentátort, akik az interjút csinálták, mivel tudtak róla, hogy Blizzard mit fog mondani. De miért tennének ilyet?
Hát tök egyszerű. A Hearthstone népszerűsége romlik, ellenben a kínai piac egy hatalmas lehetőség nekik a terjeszkedésre. Viszont ott a kínai kormánynak teljhatalma van, és hogyha nem fekszel be nekik, akkor bye-bye több millió játékos és több milliárd bevétel. Mármint elméletben, mert nyilván semmi bizonyíték arra, hogyha egyszerűen leszarják és max megdorgálják, hogy kérlek ne a hivatalos közvetítés alatt tegyél ilyen politikai kinyilatkoztatást, még akkor sem, hogyha egyetértünk vele, mert hát szerintem a legtöbb jó érzésű embernek egyet kéne értenie vele, de ez megint csak egy hosszabb monológ. Akkor mi lett volna? Semmi, de a gerinctelen profit hajhász majmok, akik az Activision Blizzard élén állnak, vagy nekik felelnek, nem rendelkeznek semmilyen morális rendszerrel. Ahol mondjuk az autoriter országoknak nem fekszünk be, mindegy mennyi pénzt jelent. Az emberi jogok talán előrébb vannak ennél, de hát nem az Activision-nél, meg még sorolhatnánk NBA, Disney, stb. Sokan kimutatták a foguk fehérjét ebben a kérdésben az elmúlt x évben. Ez az ügy odáig is elment, hogy az amerikai kongresszus felelősségre vonta a céget, az Activision Blizzardot, hogy ezt most mégis hogy gondolták. Az ezt követő bojkottálás, szolidaritás más csapatok által és a BlizzConnál megejtett tüntetés verte fel a legtöbb port, és a vége az lett, hogy a felfüggesztés idejét a felére csökkentették, a nyereményét visszaadták, és hevesen elnézést kértek. Remélem a hangsúlyozásomból érződött a vastag idézőjel, ami a hevest közrefogta. Végeredményében pedig Blizzságnak a 6 hónapot se kellett kitöltenie, mert részt vehetett a következő Grandmaster versenyen, de a Solidarito csapatot is felfüggesztették fél évre, mondván a közvetítés a játékról szóljon, ne a politikáról. Ami extra gerinctelen és kétszínű, hogyha megnézzük, hogy a nagy BLM tüntetések idején arra verték a mellüket, hogy ők mennyire támogatják az ilyen politikai megnyilvánulásokat. Persze támogatják, hogy a gazdaságilag megéri nekik, amíg nem a nagy Kína ellen tüntetsz. Addig szabad támogatni az emberi jogokat. Kína ellen? Tartsd meg magadnak! Ez a pénzről szól. Mi? Azt hitted, nem? Ó, fiam. Na de, végül elérkeztünk az idei évhez. 2020. Amikor februárban elkezdtem ezen a videón dolgozni, akkor igazából volt pár dolog, ami motivált, hogy elkészüljek vele, mint a Diablo Immortal vagy a Blitzcrank dolog, de elvitathatatlan, hogy a nagy utolsó lökés a Warcraft 3 Reforged volt. Édes jó Istenem, hol kezdjem? Előjáróban hozzátenném, hogy nem teljesen vágom, hogy most per pillanat hol tart a játék, azt se tudom, hogy amikor ezeket a sorokat összeírtam, egyáltalán mikor kerül ki majd a videó, javítanak-e addig rajta, vagy rontanak. Ezen a ponton már nem lehet a Blizzardnál tudni, de kezdjük azzal, ami a legborzalmasabb az egészből. A Warcraft 3 Reforged felváltotta a Warcraft 3-at. Ha neked megvolt a játék béneten, és örültél, hogy a kliens pár évente érkező patcheket felpakolta neked, akkor kitörő örömmel fogadhattad, hogy a kb. 2 GB-os eredeti játékot egyik dob egy 30 GB-os Reforged változatra cserélték neked. Vagyis innentől a hivatalos Warcraft 3 nemes egyszerűséggel a kukába lett hajítva. Ami nem feltétlenül kellett volna, hogy baj legyen, hisz persze jöhetnek új feature-ök, amiket ha nem tetszik, egyszerűen nem használsz, vagy keresztül nézel rajta, de nem a Reforged, mert ezzel a kis frissítéssel egy rakás dolgot kiradíroztak a játékból. Profilok, statisztikák a játékodról, automata versenyek, versenydíjak, kompetitív ranglétra, szerver ranglétra, a LAN, offline módok, mind kuka. Hiába nem vetted meg a játékot, a V3, amit szerettél, le lett cserélve annyi, hogy te nem kaptad meg a HD vizuális upgrade-et, ami sokak szerint, szerintem jogosan, rondább, mint az eredeti, mert elvesztette az egyedi látványvilágát. Viszont az eredeti látvány sem maradt a régi, effektek hiányoznak, amitől rondább és kevésbé használható lett. De használhatatlan szar lett a teljes chat interfész. Átírták a végfelhasználói szerződést, hogy ne lehessen jogvédett dolgokat custom pályákra rakni. Bye bye DBZ pályák. Na, nem mintha, hogyha tudnád tovább használni, hisz az egyedi pályáknak egy méretes hányadát használhatatlanná tette a Reforged. Pályák, amikkel emberek szó szerint évtizedeket játszottak. Egyik napról a másikra használhatatlanok lettek a játékban. Egy frissítéstől. Ja, és ha már EULA, beleírták azt, hogy akármit csinálsz a Mapetitorban, az minden szinten, örökre, az egész világot átölelően, feltétel nélkül, jogdíjak nélkül, visszavonhatatlanul a Blizzard tulajdonát képezik. Szóval például, hogyha csinálsz egy új dotát, mondjuk egy új zsánert, majd fogod magad és megcsinálod egy különálló játékba, még az is lehet, hogy a Blizzard jogászok fognak a stúdiód ajtaján kopogtatni, hogy de hát ez az ő tulajdonuk, hogy most tüstént hagyd abba, amit csinálsz. Természetesen a megjelenéskor a Reforged használhatatlanul bugos és instabil volt, sőt, az egyszerű mezei matchmaking sem működött rendesen. A játék állandóan disconnected, szarrá laggolt, a szerverek crasheltek jobbra-balra, egy hosszabb meccset konkrétan lehetetlen volt végigjátszani, anélkül, hogy ne essenek ki az emberek. Már ha volt olyan szerencsét, hogy egyáltalán találtál meccset, amiben játszhattál. Arról ne is beszéljünk, hogy a csapatos módokban már random összerakott olyan emberekkel, akik nem egyedül jelentkeztek. Tehát simán jött szembe a 4v4-ben az összerakott
összerakott négyfős csapat a négy teljesen véletlenszerűen összepakolt ellenfél ellen. Remek game design, és akkor még magáról a Reforge részéről nem is beszéltünk, egyszerűen csak arról, hogy mi az, amit elbasztak, ami korábban már működött. Az egységeken látszik, hogy Kukatúró neve nincs kínai bungaló fejlesztőknek lett kiadva a munka, nincs egy konzisztens art design, amit követnének, nincs meg az a könnyen egy pillantás alatt megkülönböztethető kinézete az egységeknek, ami egy olyan játékhoz kéne, mint a Warcraft 3. Az interfész lassú és bugos, valószínűleg azért, mert a főmenü le lett cserélve egy webapra, ami egy a játékba beépített Chrome-on fut. Az egységek hangjait lecserélték egyszerűen a felújítottra, vissza se lehet kapcsolni. Az egységek animációja is meg lett nyírbálva, egyszerűen kevesebb van belőle, és valószínűleg, hogy ne cseszték el az egységek sebességét, maximálisan 20 FPS-sel futnak. De akkor ott a kampány, ami egy bazinagy újratervezést ígért, ehhez képest szó szerint semmi. Akarták újítani a stimmelyen az azóta letisztázott lore-ral? Úgy volt, hogy több mint 4 óra ingém átvezető mozi felújítást kap, de nem történt meg. Szóval, szó szerint amit kaptál, ha nem csináltál semmit, az volt, hogy elcseszték a Warcraft 3-adat. Vagy ha fizettél még $30, akkor az elcseszett Warcraft 3-adhoz kaptál egy modell és textúra frissítést a legpancserebb kínai vendégmunkások kezenyomán. Ez a játék konkrétan egy megcsúfolása mindennek, ami a Warcraft 3 volt. Könyörgöm, még önmagadban se játszhatsz a gép ellen a kampányon kívül, ha nem vagy online. Billentyű kiosztást úgy tudtad megváltoztatni, hogyha átírtad az ini fájlokat a játékhoz. És ez az, amiket elmondtam, szó szerint csak a jéghegy teteje, de talán az felteszi az íre a pontot, hogy a játék stáblistáján, ahogy pörögnek a nevek és elérkezünk a külön köszönet részhez, egy ember látványosan hiányzik. A designer Sam Didier, akinek szinte az egész ikonikus Warcraft látványvilágot köszönhetjük. Neki nincs helye, az embernek, akinek a nevét köszönheti a játék, de helyette ott égtelenkedik a legutolsó sorban Bobby Kotick neve. Ahogy hallgatod a credits alatt, ahogy Sam énekli a vokált a Power of the Horde-hoz, majd a credits végére érsz, neki már nem volt hely, de Bobby Kotick-nak igen. Becsületükre legyen mondva, később bepecselték, de hát azt szokták mondani, hogy hidd el az embernek, amikor először bemutatkozik. Ez szerintem rájuk is igaz. Már vágtam a videót, amikor befutott a hír, hogy a Vivendi felvásárlás óta működő francia Blizzard részleget az Activision nemes egyszerűséggel bezárja. Ez a 19-es leépítések előtt 400 embert jelentett, és utána is, hogyha lehet hinni az információknak, több mint 250 főről volt szó. Ennyi ember, akik a vírushelyzet közepén mehetnek munkát keresni, leginkább community és support beosztásokról beszélhetünk, illetve nekik köszönhettük a Blizzardos játékok lokalizációját Európában. Sőt, hogyha vannak kedvenc európai youtubereitek is, nagy valószínűséggel ők is velük tartották eddig a kapcsolatot. Az erről szóló cikkekből az derül ki, hogy már egy jó ideje ezeket a munkahelyeket a londoni Activision irodába akarták átcsoportosítani, viszont az a Brexit és a Corona duónak köszönhetően elsőre besült. Úgyhogy gondolom megunták az erőlködést. Viszont értette, hogy miért akartak megszabadulni ettől az irodától. Mivel a francia munkaügyi törvények vastagon a munkavállalót védik, olyan jogokat biztosítva nekik, amik egy akkora amerikai vállalatnak, mint az Activision Blizzard biztos, hogy bökte a csőrét. Hisz a leépítéseknél is hatalmas kompenzációkat kellett kifizetniük az elküldött alkalmazottaknak. Valamennyi pozíciót biztosan át fognak menekíteni egy-egy másik irodájukba, viszont ezen a ponton hatalmas bohosznak kell lennünk, ha azt hiszük, hogy ez akár egy jelentős részük lenne. Mivel e kapcsán kiderült, hogy még évelején Stikában egy hágai irodájukat is megszüntették. Mint tavaly kiderült, ezeket a pozíciókat nem tartják sokra, és tipre szeretnék az összeset kiszervezni távol-keleti országokban, ahol egy tárizsért elmondják a fizető vásárlónak a telefonban vagy e-mailben, hogy sajnos nem tudunk segíteni a problémáddal, további szép napot, esetleg akarsz venni egy új skint? És akkor jöhet a konklúzió, hogy miért nem fog ez már soha változni? Mert az Activision Blizzard tökéletesen működik. Hibátlanul teljesíti a feladatát. 2020-ban Bobby Kotick 40 millió dolláros fizetést vitt haza. Az éves olyan 20 milliós részvény részesedésén túl. Hogy miért? Mert a részvényesek 90%-a megszavazta neki, hisz az Activision Blizzard részvények az elmúlt 5 évben 120%-kal túlteljesítették az S&P 500 átlag részvény hozamokat. Ezért lehet az, hogy az ipari átlag 140-szereshez képest Kotick 320-szor annyit keresett, mint a cégben a medián fizetés. És akármennyire is megvetem Kotickot azért, amit a videójátékiparban művel a cégével és azt, ahova a stratégiája vezet, egy dolgot nem lehet tőle elvitatni. Borzalmasan körmönfont üzletember. Ha visszagondoltak arra, amit a videó elején elmondtam, hogy mi volt a cég struktúra változásának menete, látszik, hogy tökéletesen játszottak ki a lapjait. A csávó azért, hogy a Blizzardot bekebelezze, feladta a teljhatalmú vezetői pozícióját a saját cégében,
bevállalta, hogy évekig más üzleti modell és stratégia alatt dolgozik, majd különféle mahinálásokon keresztül visszakerült a csúcsra, és úgy vezeti, hogy csak akarja. Ez nem véletlen, ezt az ember az elejétől így tervezte, és a terve tökéletesen működött. Az Activision Blizzard azt csinálja, amit kell neki. Befektetőknek hozamot, a vezetőknek zsíros fizetés juttat. Minden más, ami történik, igazából jelentéktelen a cég szemszögéből. FPS-t vagy RTS-t fejlesztenek, előfizetéses vagy mikrotranszakciós, új játékmechanikák vagy régiek, franchise-ok, amik a világot jelentik sokaknak, vagy tucat termékek, ennek a cégnek ezek semmit se jelentenek. Az, hogy ez vagy az a játék neked vagy bárkinek, aki beleinvestál időt és energiát, tetszik-e vagy sem, teljesen lényegtelen, nem számít. Ha tetszik épp, az lehet a véletlen műve, mert egybeesett azzal, amit a piaci diktált nekik. El kell engednünk a Blizzardot, és el kell engedni sajnos azt a halovány remény foszlányt, hogy ez valaha jobb lesz. Mert mielőtt eljuthatnánk oda, hogy lejjebb már nincs, az út nem fölfele fog vezetni, hanem egyszerűen majd megy a kukába az egész. Mert az fogja épp legjobban megérni a befektetőknek. A világ sajnos kegyetlen, és sajnos a kedvenc hobbinkban egyre kevesebb helye van a művészi kinyilatkoztatásoknak, a motivált emberek gyönyörű vízióinak, ami olyan játékmenetet rejthet, amit még előtte sose láthattunk. Egyszerűen kilőtte magát akkorára, hogy a csúcson, ha a Blizzard is tanyázik, ezek már nem szempontok. Egyszerűen a Blizzard, a játékaik és a franchise-aik túl nagyok ahhoz, hogy ne csak a gazdasági érdekek mentén keletkezzenek. Elég szomorúra sikerült így a végére ez a nem kis visszatekintés a Blizzard történetére, ami meg annyi örömteljes órát jelentett sokunknak. Viszont epilógus gyanánt hadd zárjam egy kis reményszikrával, ami konkrétan pár napja került a nyilvánosságra. Mert Mark Morhaime, miután otthagyta a Blizzardot és malmozott több mint egy évet, hogy mit kezdjen magával, bejelentette egy új játékkiadót, amit ő és a felesége fognak irányítani, alatta két fejlesztő stúdióval, egyen ami kisebb és egyen ami nagyobb címek fejlesztésre jött létre. Álljon itt egy kicsit vadfordításomban Mike a VentureBeat-nek adott nyilatkozata arról, hogy miért is alakult a Dreamhaven. Próbálunk egy menedéket létrehozni az alkotóknak, akik egy olyan környezetet akarnak, ami fejlesztő barát. Az elkészült terméket értékeli, és a játékok élményét helyezi a rövid távú haszon elé. Érdemes az egészet elolvasni, mert inspiráló. Azokat az időket idézi, aminek régen a Blizzard is tűnt, de az évek során kiveszett belőle. Sok ilyen próbálkozás volt az évek során, ahol nagymúltú fejlesztők kiváltak az addigra hanyatló stúdióból, majd maguk próbálnak szerencsét. Ez nagyon ritkán sül el igazán jól, de Mike-ékban őszintén jobban tudok bízni, mert ők ott voltak, amikor még minden sor programkódot közösen írtak, és ott volt, amikor vezetni kellett a szerte ágazó céget, és vezetni kell az elkötelezett, tehetséges fejlesztőket, művészeket egy cél irányába. Vele a vezetői székben, a már most felvonultatott veteránokkal a stúdiókat benépesítve, komolyan úgy hiszem, hogy valami elképesztőt tehetnek majd le az asztalra, amire őszintén a World of Warcraft megjelenése óta várunk. Az tény, hogy a szeretett franchise-ainkat el kell, hogy engedjük, mert az örökké az Activision Blizzard cégmassa árnyéka alatt marad, de a szerencsénk van, új világok, új hősök, új történetek és új játékok várnak ránk, ahogy az átalakult videójátékipar tengerén megpróbálunk elevickélni, hogy végre révbe érjünk, mint akkor régen. Köszönöm szépen mindenkinek, aki ezt... Várjál, Sirin, még nincs vége. A Blizzard egyszerűen nem bír magával, és ezt muszáj volt beleraknom a videóba, mert gyakorlatilag az egyik legvárhatóbb és egyben legtenyérbe mászóbb lépést tették meg a WoW Cash Shopjával. Október 20-án a Blizzard belerakta az első Transmog szettet az in-game boltba valódi pénzért. Hogy értsék azok is, akik ezt nem vágják. A Transmog az a funkció a játékban, hogy kvázi bármilyen korábban megszerzett ruha kinézetére leválthatod az éppen rajtad lévőt. Most már szinte bármilyen megkötés nélkül lehet használni, viszont eddig ugye a ruha kinézetek a játékban fellelhetőek voltak. Korábbi raidekből esett a ruha és fegyver, PvP-ből kiszedő cuccok voltak, stb. Stb. Sokaknak ez hobbija volt, hogy régi kedvenc szetteket mentek kiszedni már nem releváns raidekbe, vagy érdekes kombinációkat raktak össze teljesen random tárgyakból. Most pedig bekerül az első szett, amit valódi pénzért kaphatsz meg, $20. Illetve most egy limitált ideig ingyenesen hozzád vágják a 6 hónapos előfizetéshez, ha azt veszed. Hol is kezdjem? Először is kezdjük a legegyértelműbbel. Az, hogy játék, amiben fizetősek a kiegészítők, és fizetsz egy havidíjat is mellé, nevetségesen abszurd, hogy még egy cash shopot is rátolnak az emberekre. Fizetsz azért, hogy a fejlesztők olyan kontentet gyártanak, amiért még egyszer fizetned kell. Ahogy Asmongold mondta, fizetsz a pénzedért. Egyszerűen abszurd helyzet. Szerintem. És akkor persze lehet élvenni ide, hogy a kiegészítő meg a havidíjért minden mást kapsz meg, ami a játékban van. Ami a cash shopban van, az úgy sincs akkora kihatással a játékmenetre, csak kozmetikai. És amúgy se lesz ennél rosszabb,
mondták a peteknél, a mountokra, a mountoknál a szinteknél a tojoknál a game time-ra, goldra, a goldnál a transmogra. Az a baj, hogy egyre kevesebb és kevesebb mód van a játékban arra, hogy a karakteredet a magad képére alakíthasd. Az egyik utolsó ilyen a kinézete az itemekkel. És most már azt is pénzét tették. Régen a karaktered megmutatta, hogy mennyi időt, mennyi energiát fektettél bele a játékba. Most már azt mutatja meg, hogy mennyi pénzt raktál bele. Viszont ahogy bevezetik, az őszintén zseniális, mert hozzácsapják a 6 hónaphoz, kvázi ajándék azoknak, de persze bekerül külön is. Illetve a design egy vattacukorral összehány szivárványos pillecukor, vagyis viszonylag kevés embernek imponál, hogy meg is vegye, de az új fülecskét már így becsempészték a boltban, az emberek megszokják, freudi elszólás, szóval tovább lépnek. Csak ide a rozsdás bökőt, hogy egy év múlva már tele lesz az a transmog fülecske jobbnál jobb szettekkel. A külön dühítő dolog pedig az, hogy a design hiába szemrák, maga a minősége jobb, mint amik a játékban vannak itemek. Több réteg ruha majdnem minden slotra, míg a backet, övet, vagy mondjuk a válas leszámítva a játékban lévő páncélok, egyszerű textúrák ráhúzva a karakteredre. Ergo ez előre mutatja, hogy azok a szettek, amik ide be fognak kerülni, magasabb minőségűek lesznek, mint amik a játékban megszerezhetőek. Hisz azt akarják, hogy megvedd, ha csúnyák lennének, mi értelme lenne. Ettől nem fogja senki otthagyni a játékot, hogy lesznek rosszabbak a réteg, egyszerűen csak a játék egésze csorbul, egyetlen dolgot előrevetítve, vagy semmi se annyira szent, hogy ne kerüljön be mikrotranzakcióba. Már ez is egy vicc, hogy mikrónak hívjuk, amikor egyetlen ingame ruhát árulnak annyiért, amennyiért a Humble Store-ban kapsz egy tucat remek indie játékot, amiből több, akár 100 óra játékélményt is ki tudsz sajtolni. A Blizzard meg egy-egy modellt árul a játékaihoz, többért. Nevetséges. De visszatérve a gondolathoz, őszintén bohósznak kell lenned ahhoz, hogy azt mondd, hogy persze ez bekerül, de XY biztos nem fog. Miért ne? Őszintén, miért ne raknának be legközelebb item level boostot? Nem tudnál vele mások elé lépni, de mondjuk, hogyha nem csinált a daily, weekly dolgaidat, behozhatod a lemaradást. Vagy egyszerűen itemeket bepakolni egy-két patch-el korábbról, stb. Én biztos vagyok benne, hogy nem fogják visszafogni magukat a játékosok kedvéért, és ez a játékvilág posványának legalja. Szóval, köszönöm szépen mindenkinek, aki ezt a borzalmasan hosszú videót végignézte, szeretném megköszönni az összes Patreon támogatómnak, akinek van türelme kivárni, hogy ennyit tököljek egy-egy nagyszabású videón, ha szeretnél te is beszállni és segíteni, hogy esetleg a következő ilyen videóm szóljon, az bármiről, ne hónapokig készüljen, hanem esetleg gyorsabban, azt kérlek tedd meg, nagyon-nagyon sokat jelent nekem a támogatásotok, legyen az Patreonon, vagy egyszerűen csak, hogy továbbadjátok a videóimat haveroknak. Találkozunk legközelebb, srácok. Na, sziasztok!